Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott, megjelent vendégeinket. Határozott képességet megállapítva, 7 fővel van jelen tisztelt képviselőtestület. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nagy Róbert és Imán János urakat kérném meg. Vállalják a képviselők? Most a tisztelt képviselőtestületet kérdezem, elfogadják a jegyzőkönyv hitelesítők személyét? Igen, kész felnyújtással szavazzanak. Köszönöm szépen, egyhangú. Tehát Felső-Lacza Város Önkormányzat képviselő testülete rendes ülését, tehát napi rendszerinti ülését megnyitom. Első lépésként kedves kötelességemnek teszek eleget, mégpedig a következőkkel. Szeretném megköszönni először is a Nagycsaládosok Egyesülete. Klaudia, légy szíves, gyere ide. Az általatok megszervezett gyermekrapot, ami már nem első alkalommal van. Nagyon szépen, légy szíves, mert be vagyok drótozva, nem tudok tovább menni. Köszönöm szépen a munkátokat, és hadd adjam oda részben az egyesület részére, részben pedig neked. Köszönöm szépen. A továbbiakban is kérném szépen, hogy hasonlóképpen szervezétek a gyermeknapot. Köszönöm szépen. És még egy ilyen lenne, Ziggel János urat, Felső-Zsolca futballcsapat technikai vezetőjét kérném szépen. Köszönöm szépen a működésedet, a többit nem is mondom, hogy még mit. Egyben gratulálok neked is és a csapatnak is az elért szép eredményhez, és fogadd ezt a szalványosan dicséretet. Esetleg akkor ott egy mikrofon, mert abban kellene mondani, mert úgy hallatszik, és akkor odaállj, légy szíves, mert ott tudják venni. Itt. Itt tudják önni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, annyit, hogy reflektáljam, hogy hát 30 év vagyok Felső-Zsolcai lakos, több mint 20 éve vagyok itt a csapatnál is, biztos ismertek. Még ilyen nem fordult elő, hogy megköszönték a munkámat, illetve a munkámat, úgyhogy köszönöm szépen. És a másik, hogy ilyen se fordult elő, 2 ciklus töltöttem a testületbe korábban, és mikor beléptem, egy kicsit olyan dezsavú érzésem is volt, mert tényleg én szép időszakot töltöttem el, de még ilyen nem fordult elő tényleg, hogy meghívtak, hogy számoljak be a klubnál a munkáról, és néhány szóval a testületet tájékoztassam. Most ezt szeretném megtenni. Gyakorlatilag én 7-10-en keresztül voltam itt a klubnál, mint az egyesület elnöke, és mint szponzor. Egy néhány évvel ezelőtt úgy alakult, hogy nem vállaltam szerepet. Aztán 3 évvel ezelőtt a Kunak Illa és a Csirtéza visszahívta, akkor megye első osztályba szerepelt a csapatunk, hogy jöjjek segíteni, és akkor nagy örömmel jöttem, azóta felkerültünk a megye első osztályba, és az első 2 évben 7. helyen végeztünk, most pedig 3. lettünk. Ilyen jól, mint ebben az évben soha nem szerepelt még Felső-Zsolca. A Borosi Kupán, ami egy nagyon rangos teremlabdarúgó kupa, döntőt játszottunk, 2. lettünk. A bajnokságban 3. lettünk, bronzérmet szereztünk, és ami nem fordult elő sosem, hogy feljutottunk a magyar kupába, az országos főtáblára. Tehát azok a kiemelt csapatok jutnak fel, azt tudni kell, akik ugye a megyéből képviseltetik ugye a csapatokat. Tehát én azt mondom, hogy szép sikeres évet töltöttünk el. A másik, hál' Istennek, sikerült olyan társaságot, olyan keretet kialakítani az edzőszemlével, hogy én azt hiszem, hogy jó alapot képez arra, hogy az elkövetkező időszakban is jól fog szerepelni a csapat. Én azt mondom, hogy elég népszerű Zsolcán a futball, sokan járnak ki mérkőzésre, sokan elkísérnek idegenbe is. Egy gondolom lenne, amit itt is jöttem volna, hogy az elmúlt időszakban ugye a testület megmondta tűnik a támogatást, hát én ebben nem folynék be, nem is mondom itt erre semmit se, biztos meg volt az operát, Lajossal ugye beszéltük, ugye itt az van, hogy ez a műfüves pályának az önrészek, a 10 milliós történet, ezzel kapcsolatban volt ez. Én nekem annyi lenne a kérdésem, hogy ezt a korábbi támogatást, amit megkaptunk, ugye ez a 2 millió ugye a fenntartási költségekre, illetve 2 millió
a maga szakosztálynak a szakosztályoknak képzata és a klubban szakosztálynak a működésére, hogy ezt továbbra is megkapjuk, mert hogyha ez így nem áll, ugye annak idején is, ugye mi ezzel számoltunk mindenféleképpen, de hogyha ez nem fog rendelkezésre állni, akkor ugye nem tudjuk vállalni a továbbiakat. Azt tudni kell ugye, hogy most a futball átszervezése véget ugye csökkent az NB2 létszám, az NB3 is így lefelé, a megyei is 18-16 főre csökkent már az elmúlt évben, tehát felértékelődik a megyei első osztálynak is a szerepe. Annyit még tudni kell, hogy foglalkozik egy újságíró, Mezői László, a megyei első osztálynak a statisztikájával, és felhívott nem olyan régen, és mondta, hogy János tudott, hogy felső gócami János helyre képvisel a megyei alapdolgásával. Tehát az összeredmények alapján, amióta a megyei egy szerepel, a Felső Zsolca a legéredményesebb megyei csapat. Tehát ő a legtöbb győzelmet, a legtöbb bajnoki helyezést, és a többi, és a többi, és ez már szól. Úgyhogy én nekem az lenne a kérésem, hogyha lehet, akkor támogassátok a klubot továbbiakban is, mert én szerintem elértünk egy olyan eredményt, ami én szerintem ezt méltán bizonyíthatja. Jó? Köszönöm szépen! Jó, köszönöm szépen! És gratulálunk még egyszer, és légy szíves, állj ott a csapat mellett továbbra is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Folytatnánk tehát a napi rendekkel. 19 napi rendek ponttal kezdtük el a testületi ülésre, aki küldött anyagot. Jön hozzá még 20, 21, 22 és 23 a 20-as. Javaslat a családgondozó alapítók irányának módosítására, 21-es javaslat társulásba történő delegálásra, 22-es javaslat katolikus iskola épületének villámvédelmi felújításának engedélyezése, illetőleg az egyebek. 16-os a Zsolca TV Kft. Ügyvezető jogkörének korlátozása, az ügyvezető zárt ülés kért, tehát ez lesz az utolsó napirendi pont az egyebek előtt. Jó, tehát így tenném fel a napirendi szavazásra a kérdést, aki egyetért, tehát az elmondottakkal, és elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfeltartással szavazzanak. Köszönöm, Rimánnak nem látom. Valahogy úgy kéne csinálni, hogy egy kicsit, így igen, úgy már talán. Jó, és akkor, ha bal kezeddel jelenkezel, akkor már az egész jó lesz. Jó, tehát egyhangú, köszönöm szépen, és akkor elkezdjük a napirendi pontjaink tárgyalását. Az első napirendi pont a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak eseményeiről. Megnyitom a vitát a jelentés felett, aki hóhajt hozzászólni, kérem most tegye meg. Nekem lenne egy vitaindító kérésem és kérdésem. A 17. pontban, a két ülés közötti időszak eseményei között, június 10-én megkeresett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége azzal, hogy az árvízi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására tegyünk felajánlást az önkormányzat egy közös országos számlára. Itt meghatároztak bizonyos összeget, 50 és 100 forint közötti lakosság szám szerinti összeget. Én ebbe kérném az állásfoglalásatokat, illetőleg a véleményeket kérem ezzel kapcsolatban. Óhajt valaki hozzászólni? Igen, Nádi Gyula képviselő. Én már elhangzott, akkor nem voltál a távol voltam, és akkor elhangzott, és én javasoltam is, hogy talán csatlakozik el a Kósa úr által kezdeményezettekhez, ez az 50 vagy 100 forint per fő. Igaz, ezzel nem akarom Felső Zsolca város költségvetését veszélyeztetni, de mindenképpen javaslom, mi is sokat kaptunk az árvíz idején az országtól, azt mondom, most rajtunk a sor. Értem, rendben van. Óhajt még valaki hozzászólni a kérdéshez? Igen, az összeget határozzuk meg. Én azt javasolnám, hogy 50 forint legyen az összeg, amit meghatározunk.
majd meglátjuk, hogy a költségvetésünk az kibírja vagy nem bírja. Felteheszem ezt szavazásra, aki egyetért tehát a 50 forint per fővel, az kérem szavazza. Parancs? A tartalék terhére természetesen, mert máshonnan nem tudjuk elvenni. Jó, egy hangú, köszönöm szépen. Most pedig, hogyha a jelentéshez nincs további vélemény, akkor az egész jelentést teszem fel szavazásra. Aki egyetért, az első napi rendi pontban foglaltakkal, kérem készvenyújtásra szavazom most. Egy hangú, köszönöm szépen. Második napi rendi pontunk. Beszámoló Felsőolca közrendjének közbiztonságának 2012 évi helyzetéről. Előadó volt, illetőleg a előterjesztés jóváhagyója volt Bogyai Ferenc rendőr ezredes kapitányság vezető úr. Néhány gondolatot elmondanék a beszámolóról. A rendőrkapitányságnak évente be kell számolnia a képviselőtestületnek a település közbiztonságának helyzetéről, illetőleg az azzal kapcsolatos feladatokról. Ennek a célja az, hogy a város közrendjének, közbiztonságának bemutatása történjen meg, és értékelve legyen Felsőolca rendőrös működése. Kapitány úr itt előrelátólag szépen leírta a bűnügyi helyzetét a megyei jogú városnak, és a második részében pedig foglalkozik a felsőzsolcai helyzettel. Ebből teljes mértékben a makrókörnyezetünk közrendjéről is kapunk felvilágosítást, és olyan ismereteket, amit esetleg eddig nem tudhattunk. A második rész foglalkozik Felsőolca város bűnügyi közbiztonsági helyzetével. Nagyon szerencsés helyzet az esetünkben, hogy a körzeti megbízottunk Márton Csaba rendőr főtörzsőrmester az iskolánknak a rendőre is. Tehát így már a gyerekek is megismerkednek a helyi. Jól mondom, ugye? Igen, jó, köszönöm. Jó, megnyitom a vitát a beszámoló felett, óhajt valaki hozzászólni. Még előtte, bocsánat, zsíros képviselő, még előtte megkérdezem ezeredes urat, hogy óhajt-e. Szóbeli kiegészítést tenni. Még emellett is köszönjük. Hogyne, igen, mert így. Szerintem nekem mikrofon nem kell. De nem fog hallatni, tévé miatt kell. Tévé? Igen, tévé miatt kell. Akkor próbálom egy kicsit hangosítani. Polgármester jegyző, aztán tisztelt képviselőtestület jegyzőim. Köszönöm a lehetőséget, igyekszem nem rabolni az idejüket, csak néhány gondolattal azt hiszem, hogy ki kell egészítenem az írott anyagot. Annyiban pontos, utána polgármester volt, hogy az első fejezet a beszámolóba az nem a megyei jogú városról, hanem a kapitányság egészéről szól. Szokásunknak megfelelően a második fejezet szól a törzs tevékenységéről, illetve a harmadik rész konkrétan Felsőolca településről. Én inkább a kapitányság egészét érintő trendekről szeretnék beszélni, és majd a konkrét kérdések aztán akkor a felelős parancsnok segítséget igénybevéve igyekszünk válaszolni. De azt gondolom, hogy amikor abban kezdődik egy beszámoló, rögtön az első oldalakon, hogy 10.000-ről 13.800-ra változott a regisztrált bűncselekmények száma, akkor azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen említést érdemel, hogy ugye amiből erednek ezek az adatok. Már bízom benne, hogy sikerült végigolvasni, és remélhetőleg érthető, amit leírtunk. Azt mindig el szoktam mondani, hogy több statisztikai adatbázisból dolgozik a rendőrség. Hát az egységes nyomozati ügyészségi bűnügyi statisztika azokat az adatokat tartalmazza, amelyek az adott évben befejeződött eljárásokat veszik számba. E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a Miskolci Kapitányság illetékességi területén történt az úgynevezett miskolci fészekrakó ügy, aminek 2012-ben ért véget a
nyomozása, tehát a statisztikai adatbázisba a tavalyi évben kerültek be ezek az adatok. De ez közismert, hogy több száz lakás érintett, minden egyes lakáshoz tartozik jó pár okirat, amit meghamisítottak, van ahol csalás, van ahol vesztegetés, tehát önmagában ezek az eljárások egymagukban nagyon torzítják az adatokat. Ahogy az anyagban is írtam, és az egyéb adatbázisaink is azt mutatják, hogy egy 8-10 százalékos bűncselekmény szám emelkedés az a torzításoktól megtisztított adatbázis esetén is valós. Ezek a cselekmények elsősorban a relatíve kisebb értékű fém, fa, tolvajlásokból tevődnek össze. Hál' Istennek a lakott lakás sérelmére elkövetett lakásbetörések azok már messze nem mutatnak ilyen kedvezőtlen képet. Annyit szeretnék mindenféleképpen elmondani, már csak azért is, mert sajtóban jelentek itt meg térinformációk, tehát soha nem állítottam olyat, hogy a rendőrség ne tudna gátat szabni a bűnözésnek, sőt, mindig is azt mondtam, hogy újító módon igyekszünk minden jogszabályi lehetőséget kihasználni, és eddig is és ezután is kordában tudjuk tartani a bűnözőket. Ehhez egy-két olyan adattal szeretnék szolgálni, ami nem szerepel konkrétan a beszámolóban, már csak amiatt, hogy az alszpolitikánkat is egy kicsit átérezzék. A jogalkotó is preferálta a jogalkotási szinten a bíróság elé állításokat. Annak idején már 17. századi olasz jogtudós Cesare Beccaria megmondta, hogy minél közelebb van a bűnhöz a büntetés, annál igazságosabb és annál hasznosabb. Ezt mi is magunkévá tesszük ezt az elvet, és a jogszabályi lehetőség maximális kihasználásával preferáljuk a bíróság elé állításokat. Ennek két válfaja van. Az egyik, amikor szabad lábon védekezik az elkövető, de 30 napon belül bírói ítélet születik. A másik pedig, amikor tettenérés történik, vagy egyszerűbb megítélésű az eset, akkor őrizett bevétel mellett 3 napon belül bírói ítélet születik. Egy kicsit sajnálom, hogy a média az nem mindig csap le az ilyen sikereinkre. Nemrégiben történt, hogy a Szent Anna templomnál volt egy rablás. Pillanatok alatt kijöttek a járőrök, az elkövetőről egy viszonylag jó személyleírást kaptunk, ami a rádióforgalmazásban azonnal hallhatóvá vált, és nagyon ügyesek voltak a kollégáim. Fél órán belül személyleírás alapján elfogták az elkövetőt, őrizetbe vettük, és 3 napon belül 2,5 év letöltendő börtönbüntetését megkezdte. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a médiában is ezek az ügyek meg tudnának jelenni. Azt gondolom, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét ez mindenféleképpen pozitív irányba befolyásolja, hogy igen, léteznek ilyen gyors eljárások is. Ami a bírósági állításokat illeti, a tavalyi évben 71 esetben éltünk a 3 napon belüli bíróság elé állítás lehetőségével, és csak jelezném, hogy ez az idei év első 5 hónapjában már 41. Tehát itt is egy felfelé ívelő tendenciát figyelhetünk meg, de különösen igaz ez a 30 napon belüli bíróság elé állításokra, ahol 2009-ben 174 ilyen eljárás volt, 2012-ben már 473. Erre szokták azt mondani annak idején Vágó Pista bácsi, hogy ez már egy szignifikáns eltérés. És ha ehhez hozzáveszünk még, hogy a 2013-as év első 5 hónapjában 231 ilyen eljárást fejeztünk be, akkor évvégére várható, hogy ez megközelíti a 600-at. Nincsenek pontos adataim, de és nem is akarok itt más vidékkel, meg más kapitányságokkal összehasonlításba bonyolódni.
annyit mindenféleképpen vállalok, hogy országos szinten toronymagasan jól állunk ezekkel az adatokkal. És ami még egy nagyon fontos dolog, és az embereket irritálja, mikor az elkövetők szabad lábon tudnak védekezni, hát mi is úgy vagyunk vele, hogy a legjobb bűnmegelőzés túl a felvilágosító, tájékoztató előadásokon az az, amikor a közismerten bűncselekményből élő elkövetőinket lehetőleg biztos helyen tudjuk. Az a legnagyobb garancia arra, hogy nem tudnak bűncselekményt elkövetni. Ezért a jogszabályi lehetőségek keretein belül igyekszünk élni azzal a mottóval, amit még 2011-ben idekerülésemkor fogalmaztam meg, de korábban a Szerencsi Kapitányságon is ezt hallottam. Ez arra érdemesek közül, és ezt nagyon hangsúlyoznám, az arra érdemesek közül, akit lehet be kell csukni. Az őrizetbevételeink számában is egy ugrásszerű emelkedés történt. Ha csak arra utalok, hogy 2010-ben 181 őrizetbevételünk volt, tavaly már 248, és ami a lényeges, az idei év első 5 hónapjában 209. Hát ha ezt prognosztizáljuk az év végéig, akkor közel 500 őrizetbevétel történik. Ez ugye 72 órát vehet igénybe, és ugye mi előterjesztést teszünk az ügyészség felé, az ügyészség pedig jó esetben indítványozza a bíróságnak az előzetes letartóztatás elrendelését. Amit egy nagyon komoly szakmai sikernek tartok, és ezt nem 2 hét alatt értük el, hanem azt kell mondjam, hogy most már azért a 3. éve igyekszem ez irányba terelni a kollégáimat. Amíg a 2010-es 181 őrizetbevételnek csak a felében sikerült elérni, hogy előzetes letartóztatás legyen a vége, addig és ez egy 50%-os eredmény, addig mostan eljutottunk odáig, hogy a 2013-as 209 őrizetbevételből 168 volt, ami nem a BTK 519 szakasz alapján 3 napon belüli ítélettel végződött, mert ezekben az esetekben ugye fel sem merül az előzetes, viszont a 168 őrizetből 146 előzetessel végződött, ami egy 87%-os eredményesség. Nem akarom nagyon untatni önöket ebbe, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly szakmai siker, amiben nagyon sok munkája van az egész kapitányságnak, beleértve a felsőzsolcai rendőrőrséget is. Konkrétan felsőzsolca vonatkozásában azt hiszem, az látszik az adatokból is, hogy az a trend, ami a kapitánysági adatokat uralta, az Zsolcán nem jelentkezik. Hát ez is alátámasztja azt, amit elmondtam, hogy elsősorban a fészekrakó ügy dobta meg ennyire a tavalyi év adatait, és nyugodtan kijelenthetem, hogy ahhoz képest az idei évben kapitánysági szinten mindenféleképpen egy csökkenés várható. Felső Zsolcán pedig igyekszünk tartani az eredményeket. Még egyetlen egy témára térnék ki, ez a fémlopások. A legnagyobb gondot tulajdonképpen ezek a cselekmények jelentik, és hát már több mint 10 éve hangoztatom, hogy ezeket a fémtolvajokat nem a sor végén álló elkövetők elfogásával lehet visszaszorítani, hanem a fém felvásárlásnak a szigorításával, ellenőrzésével. Ugye nem tudom mennyire közismert, a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozott a fémfelvásárlóknak az ellenőrzése, és hát komoly reményeket fűztünk ehhez, hogy kellő szakértelemmel a jövedéki termékek ellenőrzése kapcsán rendelkeznek olyan tapasztalattal, hogy ezeket az ellenőrzéseket hatékonyan fogják tudni végezni. Egy kicsit az a tapasztalatom, hogy hát ők is rá vannak kényszerítve arra, hogy ott végezzenek hathatósabb ellenőrzéseket, ahol nagyobb bevétel várható, ez pedig valljuk meg őszintén nem a fémfelvásárló. Tavaly évben egy 2 hetes akciót sikerült lebonyolítanunk, amikor
az általunk ismert és információnk alapján ismert legális, és amiről volt információnk illegális fényfelvásárlóhelyek környékére a nap 24 órájában egy rendőrpárost oda tettem. És két hét adataiból ugye messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de hát közel felére csökkentek az ilyen jellegű cselekmények. Tehát továbbra is azt gondolom, hogyha a fényfelvásárlás oldaláról komolyabb lépések történnek, akkor ez jelentkezni fog az egyébként magára hagyott hétvégi házakban, présházakban, lakatlan családi házakban is. Most ismét ahhoz fűzünk reményeket, hogy a kormányzat fontolgatja, hogy állami monopóliumá teszi a fényfelvásárlást. Bízom benne, hogy ez egy olyan lehetőség lesz, amivel ezeket a roppant irritáló, de egyébként nem nagy értékű cselekményeket is vissza tudjuk szorítani. Magam részéről ennyit kívántam kiegészíteni, köszönöm, hogy végighallgattak. Még annyi kérdésem van, hogy amikor döntenek a beszámoló elfogadásáról, akkor ne az ország állapotát ítéljék meg, hanem a felsőzsolcai kollégáknak, az itt élő kollégáknak a munkáját, és egy pozitív visszajelzést adjanak nekik, hogy érdemes csinálni ezt a munkát erőn felül is, mert a lakosság megbecsüli őket. Köszönöm szépen! Köszönöm, ezredes úr! Ez valóban kielégítő kiegészítés volt, sőt még továbbképzést is kaptunk másügybe is, ami nem a beszámolóhoz tartozik. Jó, akkor visszatérünk a beszámolóhoz. Óhaj, te valaki hozzászólni. Zsíros képviselő úr kér szót. Nem, inkább a... Sanyi bácsi, nyugodtan rám is nézhetsz, de a tévé az arra van. Én látom a közönséget, nekünk semmi. Azt szeretném elmondani, én átolvastam a dolgozatot, egy hatalmas munka. Hatalmas munka munkában is, és értékben is, akár szakdolgozati minőség. Több nagy értéke van, így például, amit ezredes úr is említett, meg is, hogy egy régiónak a képét adja, őszinte képét, erről majd külön, és ebből helyezi Felsőzsolcát. Tehát ez a hatalmas ember azt a célt szolgálja, hogyha valaki érdekel, akkor megnézze azt, hogy hova helyünk a régióba. Én azt mondom, hogy azért is értékes ez a munka, mert őszinte. Istvánnak adhatom, hívja vissza ezeket. Amit mond, az, az a való, nem tagadja el, az adatok mutatják, hogy bizony sok gond van és baj van. Azt is tudjuk ugye, ebből az előterjesztésből, hogy ez a ős, ez a kapitányság az ország legnagyobb működő kapitánysága. Hát ugye Miskolc és közvetlen körülnéke, és tudjuk mi, hogy bizony az ország egyik legfertőzöttebb környéke az Észak-Magyarország, benne Borsod, nem is sokszor sem lehet a legjobb városok közé tenni, amely kisugárzik ide is, úgy is, hogy kijönnek ide is a bűnözők különböző formában. Tehát én azt akarom elsősorban elmondani, hogy ez nagyon őszinte, igaz, és a bajról is beszél. Hát itt most is hallottuk meg közben is. Azt hiszem azt tartják, azt tartotta az előkészítő szerkesztő, amit azt hiszem én és Gyulánál olvastuk, hogy aki kimondja a bajt, az gyógyítja is azt. Tehát annélkül nem lehet gyógyítani, hogy el nem mondjuk, hogy mi a baj, hogyan gyógyítjuk meg Felsőzsolcát. És ezt tehát én mindenképpen nagy értéknek tartom. Most én talán még azt mondanám el, hogy ugye szörnyű számok is vannak itt, jól emlékszem, hogy azt olvastam, hogy 28
mozgó ember van ezen a kapitánymagaságon. Őrse. Mondta, hogy őrse. Mondani, mindenképpen 13 ezer az ember is említette ezt a számot, 13.800 valami nyelven ülmözés. Tessék elosztani ezzel a számmal, csak amíg látjuk, hogy fejenként. Naponta mennyik munka, és ugye nem elégem, hogy elfogom és bírisbe velem, hanem akkor kezdődnek az adminisztratív munkák és nyomozás és a többi. Ezekkel baj van itt is, nálunk is, Felsőzsócán is, Miskolcon is, meg az országban is, hogy hosszú az igazságszolgáltatás útja, igen hosszú és göröngyös, és erről nem mi tehetünk, nem a kapitányság, hanem ez örökből van, amiből kibújni nehéz. Én egyelőre ennyit szeretnék, mert szeretnék majd, ha hallnak még innen a... Hát a felderítésről is volt szó, hogy ne, ez is megint nagyon őszinte. Ha jól emlékszem a szövegbe, arról volt szó, hogy a kapitány, tehát ez az a javítandó. Ható, és mi több ugye ez azért az állomány teljesítményére is utal. Arra, amiben a jelentés utalt, hogy bizony sok fiatal, nem képzetlen, gyakorlatlan ember dolgozik itt is nálunk, Felsőutcán, most ennek szükségszerűen tessék végignézni az életben arra, hogy a gyakorlatlanság az különösen az első években máshol is, bármely pályán, a gépkocsi vezetésnek, csak mondom, hibákat. Erőben pontosabban nem eléggé eredményes. Ezen talán a bűnmegelőzés formájában sokat segíthetnénk mi is, hogy miket gondolom el fogunk beszélni a kollégák, ha nem, akkor majd én. Köszönöm. Köszönöm, Zsíros képviselő, ki juhajt hozzászólni. Tessék, Rimán képviselő a szó. Először szeretettel köszöntök mindenkit. Mint képviselő most nagyon egész helyzetben vagyok, mégpedig azért, mert el kell mondani, hogy az beszámoló maga a tetszett. Tehát tényleg nagyon korrekt volt. A magával a rendőrség munkájával alapvetően kifogások nincsen. Ugyanakkor én úgy fogom, hogy most valahol a közrendről is szavazunk, és a közrendnek nem csak a rendőrség a alkotó lenne, hanem rajtuk kívül kéne beszélni az ügyészségről is, a törvényi környezetről és a média szerepéről is. És el kell mondani, hogy elszefüggésben a helyzet 1-3. Tehát 3 az elemző oldal. A pozitív tényleg a rendőrség szerepel. Hogy konkrétabban beszéljek, szóval a Sanyi bácsának egyetértek abban, hogy nagyon korrekt és őszinte volt a beszámoló. De azért van néhány dolog, hogy leírták azt, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma a lehetőtlen, hogy mennyivel kerül. Ennek vannak okai, ami egyik az a gazdasági válság. Az itt van köztünk, sőt, tovább megyek, tehát munkám terén én két megnyisztét képviselő vagyok, és azt látom, hogy az emberek rosszabbul jönnek, mint egy évvel korábban. És innentől kezdve azt mondjuk, hogy a bűnözés nő, ez sajnos tényleg érthető. Érthető, de valóban nem elfogadható. És azért nem elfogadható, és most nem a rendőrséget bántanám, hogy a másik oldalról, a médiában én azt hallom, hogy Magyarország jobban is. Most nem tudom, mi az igaz, vagy nekem kell mennem a szerkészetemet, én más látok, én hallok. A másik az, hogy leírják azt, hogy ennek a bűnözésnek a növekedésének oka az, most szeretnék sarkozat fogalmazni, hogy szakvizsgát fog tenni, vagy tesz a szakvizsgát egy újabb és nagyobb bűnöző generáció. Sajnos ez így van. Leírják azt, hogy elfogadják azt, hogy a Felsőzsolcán talán erősebb rendőri jelenlétlenre indokolt, de nincs fedezet. Ez azért gondolkodhatta, és megint nem a rendőrséget bántanám be ezzel kapcsán, hogy... Tehát, hogyha ilyen, mint magánember, azt mondanám májusban magnak, hogy indokolt lenne, plusz ezt jelentek fizetne, de most nincs rá pénz. Én mit kapnám?
fordítva. Szeretem a két előadókat. A másik pedig az, hogy a munkám során sok helyen látok, akár versenyszférában, akár közszférában, hogy rengeteg olyan pályázat készül, amely azért írnak ki, amelyek gyakorlatilag értelmet nem sokat. Ugyanakkor plusz egy rendőrre nem nincs kész. Tehát ez, ami engem úgy irritál, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem tényleg az ezredes és nem az ördögök munkáját jellemzi, ezért nem tehetnek, de akkor is azt mondom, hogy ez így nem jól van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zsíros képviselő úr szólt. Én nagyra becsülöm Ümrivány kollégát, mert ő tényleg szívhez szólóan és alaposan szokott szólni, mint most is. De én azt mondottam, hogy talán arról kellene beszélni, hogy sok segítjük mi ezt a rendőrséget. Nem biztos az, hogy a rendőrségnek egyedül, a rendőrségnek van egyedül joga ahhoz, hogy a bűnt üldözze. Ezen kívül a megelőzés egy nagyon-nagyon széles mező, amelyen mindenki működhet. Így gondolom például, a működik is, csak nem szóltak róla, akkor majd nem mondjuk, hogy a polgárőrség. Hát azért van. Nem? Milyen eredmények vannak, mondja el akkor itt, aki hozzájuk közel áll. Aztán van-e bűnmegelőzési tanács, vagy szövetség nálunk Felsőzsolcán? Miért nincsen? Aki ő rendszeresen valamilyen úton, módon felkeresi azokat a helyeket, itt ugye amelyek ilyen szempontból kritikusak, nem akarok itt érti mindenki. A minap éppen a kezdeményezésekre kimentettek a telepre. Ez nem biztos, hogy szerencsés volt. Nekem az a véleményem. Mert azzal csak, hogy instruáljuk, azzal nem lesz jobb a világ. De azzal, hogyha itt mi minden nap a tévétől kezdve bemutatná a jó oldalát is annak a területnek, az, hogy vannak egyetemet végzett cigányok, lányok, beszélnének vele, mikor láttunk a tévébe egy olyan beszédet, jaj, nem csak a tévéről van szó. Hát az, hogy bűnt megelőzés, az nem a rendőrség dolga csak, elsősorban neki, de nem. Azért nem, mert ez életmód, nevelés és kérdése, hogy ki milyen tehát nekünk minden alkalmat meg kellene ragadni. Nálunk itt Felsőzsolcán, hogy foglalkozunk azokkal a lényegekkel. Ő nem csak segéllyel, hanem azzal, hogy munkát jó, mondjátok hol. De van más megoldás. Kiállításokat szervezni nekik, önbizalmukat erősít, tisztességüket. Én nem akarok most csak magamról beszélni, de csináltunk olyan szentképkiállítást, ahol a cigányházakból hoztuk be a szentképeket is, legalább 80-100-an látták. Most is megre. De ez kevés. Én nem is tudok, mint persze, csak a közművelődésnek egyik nagyon fajta fontos dolga volna, itt a tévétől kezdődik mindenkinek, például a történetükre, hagyj, én beszélnék szívesen, ha összehozzák. És biztos, hogy nem volt ez érdektelen, de senkinek nem volt rá szüksége. Mikor foglalkozunk mi? Ez is a bűn megelőzés. Az is, amit esetleg a gyakorlatban rendőrök még nem tudnak elkövetni, hogy nem ismerjük jól egyes embereket a telepről, másonnan, aki kapcsolatot teremtene vele, ilyetik biztos. De nem akarok próbálkozni a dolgot, de segíthetném kerül. El kellene mondani, hogy a térfigyelő rendszer nem okozott nekünk, mennyi fogtól fogadt el és segítettünk. Hol kell bővíteni? Nem kellene a telepre is tenni kettőt, hogy lássuk. De hát azért mondtam ezt, hogy könnyű bírálni az országot, és ebben volt valami, hogy ebben ilyen politikai felhang, hogy így, úgy, azok. Én nem akarok most már választási, nem akarok időni.
választási beszédet mondani, de itt vele másról van szó, arról, hogy itt mit csinálunk, őt mit csináltak. No, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én javaslom, hogy erről nagyon sok mindent lehetne beszélni, de azért tartsunk már be az időt, mert még itt van 20-valahány napi rendi pont. János, még te jelentkeztél, parancsolj. Személyes érintettségem akarok egy pár szót mondani, tehát 13-nek orvosnak a járás. Arról én már nem akartam beszélni, ezt mondjuk később, úgyhogy a Humán Körök Bizottságban ezt át megbeszélni. De akkor ez most ne is tegy. De másrészt azért elmondom, hogy azon a rendőrök, akik ott voltak segíteni, nagyon korrekt és jól viselkedtek, és ügyesek. Ez volt a dolguk. Jó, köszönöm szépen. Akar még valaki hozzászólni? Igen? Nádi Gyula képviselő. Igen, az első részre gondoltamnak az ilyen technikai jellegű. Furcsán, hogy ezt a rendőrségi beszámolót csak a pénzügyi bizottság tárgyalta, pedig gondolom, hogy a rendőrségi beszámolónak nincs pénzügyi hatása az önkormányzat életére. Talán szerencsés azon az ügyrendi bizottsággal, vagy a humán politikai bizottságnak vélemény, vagyis bízni. Azért látom itt a kivonatban, hogy a pénzügyi bizottság három nem szavazott, az első részét nem fogadta el. Tehát ezzel, mintha azt sugallnánk, mintha rossz lenne a közbiztonság felső Zsoltán. Ez így ebben a formában én nem hiszem, hogy ezt kell nekünk mutatni a nyilvánosság felé. Ezt nem is érzem, hogy nem egy bizottsági elnök, felső zsoltai polgár sem érzemet. A nap bármelyik pillanatában, éjszaka nappal nyugodtan léphetek ki az utcára, és ezért köszönöm is a rendőrség munkáját. A 28. kormányon itt olvasom, hogy semmi, tehát az országos átlag körüliek az adatok, tehát nincs okunk szégyenkezni, ahol én gratulálok a munkájukhoz, és külön örülök annak a mondatnak, ami benne a beszámoló, hogy a jövő egyik fő feladata a közterületi szolgálatok megerősítése. Tehát ehhez kívánok én erőt, egészséget és minden jót a rendőrség munkáját. Köszönöm szépen. Hogy még valaki hozzászólni? Akkor engedjetek meg nekem néhány gondolatot. Tehát a bűnügyi munka, a bűnügyi tevékenységnek két része van, a felderítés és a prevenció, lehet, hogy még ezen kívül van más, de azt én nem értek hozzá. Itt a felderítésről már volt szó, a prevencióról viszont nem. Ehhez hagyd mondjak néhány gondolatot, mégpedig azt, hogy a nyugdíjas klubba tudomásom szerint, annál is inkább, mert ott voltam, rendőrségként volt egy megbízottal és bűnmegelőzési előadást tartott, sőt technikai bemutatót tartottak, aminek az eredménye, tehát a megelőzésre szánt eszközöket, meg kialakított eszközöket mutatták be, sőt már arról is tudomásom van, hogy ezeket az eszközöket jutányos áron be is szerezték, és a nyugdíjasaink éltek is azzal, hogy megvásárolták. Tudnotok kell, hogy a bűnmegelőzési pályázatot megnyerte Felső Zsolca, ez folyamatában el fog indulni. Még egy dolgot, a bűnmegelőzési tájékoztatót, ha mindig megkapjuk szépen havonta, ha óhajtjátok, kitesszük a honlapra. Na most az, hogy már is ki is van téve, akkor még jobb. Amit mondtál, képviselő úr, valóban ezt minden bizottságnak meg kellene tárgyalni, de az, hogy a pénzügyi tárgyalta, ez nem ok, hogy a többiek nem mentek át. Akit érdekelt, el kellett volna menni. Hát úgy látszik, hogy úgy gondolták, hogy nem. Akkor legalább már most mondhassam el, ha a bizottságon nem hoztátok el. Ezt nem értettem. Hát a bizottságunk tárgyalja, akkor ezt meg még többet elmondok. Hát mondjál most akkor, hogy még hát most van mondtad, több. Hogy idő van. Jó, csak a tárgyra reflektálva mondjuk el. Mindenki mondja el a véleményét, csak ide vala, a beszámolóhoz mondjuk el. Óhajt még valaki az elszól, és képviselő, mondd el, amit gondolsz. Jó, amennyiben nem, akkor Nagy Zoltán képviselő a szó. Én már csak fegyelem. Igen, hát ezt kértem. Tisztelt képviselő, kaptány, kérdés parancsnok. Hát én ezzel kapcsolatosan annyit szeretnék el, hogy beszámolni szóhatalma. És elfogadásra is javaslom, kérdezik a képviselőtestületnek. Egy kis segítség azért mégis kéne a rendőrség részéről, a polgárőrség és a rendőrség szorosabb együttműködése, ez
feltétlenül ragaszkodnánk hozzá, és minden jól kívánok önöknek. Ezt tisztában vagyok abban, hogy ezek a számok, akik jöttek, hát sajnos ez nem a rendőrség hibája, mert jóval magasabb embereket tényleg szépen, mint az ügyészség, kormány, stb. Én ebben látom az egészen a rákevét. Előbb a rendőrség tehet, hogy felső utcán megkezdik egy kicsit tényleg a bűnt. Ugye, ha más város megnézünk, hogy Kasbő utcát, mint hogy tegnap előtt is nem is voltam itt, csak hallomásból, vagy a sajtóról, hogy milyen cselekmények mennek ott is. Én úgy érzem, hogy felső utcán, mint ahogy itt az egyik képviselő testületi barátom, hogy pársanak, hogy felső utcán ki lehet menni. Nem tudjuk, hogy emeltig lehet ki lenni. Nem is mi rajtunk, az el a lakosságon is múlik, hát a rendőrségen is múlik, csak hát én azt hiszem, hogy a rendőrségnek a kezés meg van fogva, és én nem szeretik én ebbe belemenni, mert nem szeretnék belemenni. Hát mindegy, jó, kívánok önöknek. És a képviselőtestnek még egyszer elmondom, hogy én elfoglásra javaslom a számot. Köszönöm szépen! Nagy Robert képviselő. Köszönöm, hogy tényleg csak röviden itt az üretes úr szeretném mondani. A kapitánok valószínűleg beszámolt, hogy a pénzügybizottság ő sem az egész beszámolót mondtuk, aztán beszavazunk meg rövő, hogy a beszámoló részét nem fogadjuk el. Miért? Csak röviden ezt szeretném mondani. Az kiderült, hogy a hál' Istennek látszik, hogy a bűnelkövetés egy jól behatárolható lakosság részre szorítunk. Viszont ezzel valószínűleg az a csoport is tisztán van, hogy nem állandó jelenlő felsősorszám. És ezt erősíteni kell. Az előbb a szóbeli kiegészítések elmondta, hogy ha más nem volna, csak puszta állandó jelenlétben, mint a vasár, a mételevek előbb lerakott járműk jelenlétését, mennyiben visszaszorított a lehetőkövetéseket, tehát már csak ebből kifolyólag is egy állandó stabil létszámmal valószínűleg jobban vissza lehetne szorítani a bűnelkövetéseket. És még a többi képviselőtársamhoz annyit mondanék, hogy én nem érzem úgy, hogy a romlást akkor kéne elfogadunk a bűnözésbe, hogyha kimennék a házamra is megvernének, hanem igenis előfordul, hogy most számszerűleg sok vagy nem sok, az szubjektív kérdése. Igenis van a bűnelkövetők, kihasználják azokat az időszakokat, amikor éppen nincsenek olyan létszámban a járműrök. A felderítésre ugye az biztosan tudják, hogy esetleg itt vannak információkat, a városvállalatban a közmunkások hatalmas létszámban dolgoznak, tehát hogyha valaki elmegy otthon, hogy gyakorlatilag az egész városban egy hónán belül már tudják, nagyon súlyos és hirtelen, nagyon gyors bűnelkövetések vannak, hogy akár egy-két órára valaki elmegy otthon, valakit feltöltő kameráját. Nem pedig agyon, persze, tehát ez nem egyre súlyos, de az embereknek ez mégiscsak egy fájunk van. És épületben Lőmá János képviselőtársam azért döntöttük, hogy nem fogadtuk el a bizottságülésnek a számot, hogy ezzel nem az őrse dolgozó munkáját szeretnénk levesmélni, sőt kifejezetten ösztönözzük, sőt biztosítjuk, elismerjük őket, de egy eszközt szeretünk ezzel a kedvetlen kezébe adni, hogy felfelé jobban tudják demonstrálni, hogy nagyon létszámban van szükség. Tehát állandó rendőri jelenlétben felsősorban ez látszik. Ezt az egyet szeretnénk csak ezzel elősegíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Óhajt még valaki hozzászólni. Egy mondat. Jó. Tessék, kapitányom. Kisen megyek. Ezzel is jelzem, hogy nagyon rövid leszek. Arra szeretnék csak utalni, hogy a polgármester körben már beszélgettünk róla, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület előtt is említést tennék arról, hogy tavaly szeptemberben Miskolc önkormányzatával kötöttünk egy szerződést, amivel Miskolci önkormányzat 65 millió forintot biztosított a Miskolci rendőrkapitányság részére túlóra megváltás címén. Ezért én azt vállaltam a Miskolci önkormányzat felé, hogy közösen egyeztetett helyszíneken gyalogos járőrök demonstratív jelenlétet biztosítanak. Én ezt felajánlottam a polgármesterekkel való találkozásom alkalmával, hogyha a településen igény van rá. Az, hogy mekkora rendőri jelenlét szükséges, azt gondolom ebben nagyon nehéz megegyezésre jutni, mert ahol történt egy bűncselekmény, ott az utcában három páros is szeretnének látni, tehát ennek ugye költségvetési akadályai is vannak. Tehát én azt gondolom, hogy azokat az erőforrásokat, amiket a kapitányság részére jelenleg a kormányzat biztosít, azokat igyekszünk mi homogén módon elosztva
felhasználni, viszont ha egy adott település is itt jön be az, hogy mit tud tenni a település a saját lakóinak a biztonsági érdekében, ha a település úgy gondolja, hogy szeretne ezen a területen többletet nyújtani a lakosságnak, akkor azt gondolom, hogy érdemes ezt megfontolni. Az önkormányzat az egyetlen olyan szerv, akitől a rendőrség ilyen típusú adományt elfogadhat. Tehát részemről semmi akadály annak, és a felső zsoltszerűeknek is tudom ígérni, hogy gyakorlatilag egy közös megegyezés alapján, ahol igénylik, hogy legyen gyalogos járőr, ebből a többlet forrásból oda tudunk tenni, és azt is ígérem, hogy küldésbe ezek a járőrök nem vihetők el. Leszámítva azt az esetet, mikor a késedelem veszéllyel jár, de egyébként a napi szolgálat ugyanúgy működik, küldésbe a napi szolgálat megy, és ezek a gyalogos járőrök pedig ott teljesítenek szolgálatot, ahol azt az önkormányzattal közösen egyeztetjük. Ezt továbbra is megfontolásra felajánlom önöknek. Köszönöm szépen! Élni is fogunk vele, mihelyt a testület majd ezt megszavazza, hogy engedélyt ad, hogy tárgyalhassak. Természetesen 65 millió forintot mi nem tudunk ráfordítani, mert felső Zsolc a költségvetése annyi, mint amit Miskolc a sportjára fordít. Tehát körülbelül eléggé kevés összeg. Jó, köszönöm szépen. Ohajt még valaki hozzászólni. Igen, tessék, Örnagy úr. Éreztem magam, tisztelt képviselőtestület vendég. Annyit szeretnék Nagy Zoltán képviselő úr felvetésére, polgárőrségre kapcsolatban, hiszen együttületben vagyunk, megbeszéljük a problémákat. Bár igazából közös szolgálatot nem látunk a jelenleg, ő vizsgálja ennek a lehetőséget, hogy a technikai akadálya annak, de úgy érzem, hogy a kapcsolatunk már csak a parancsnok úr, a polgári parancsnok úr, a Kolgós Ferenc, tehát a technikai is kimondottan jó kapcsolatban vagyunk. Még egyet szeretnék a beszámolóhoz hozzáfűzni. Kapitányom nem mondta el, de azt elmondta, hogy rengeteg fajta statisztikával rendelkezünk. Nem állok a rendtikot, ha rendelkezünk olyan, és a jobb számokat mutatna, de nem ezt tudjuk állni a valóságot, hogy próbáltuk ezzel elég. Köszönöm szépen! Jó, tehát amennyiben nincs pénzügybizottság, tárgyalta véleményünket, kérném szépen. A pénzügybizottság 1-3 szavazattal nem fogadta el a beszámoló Felső-Zsolca város 2012. évi bűnügyi közbiztonság helyzetéről készített határozati javaslatok egyes pontját. A pénzügyi bizottság 4-4 szavazattal elfogadta, és elfogadása javasolja a képviselőtestületnek a fenti határozati javaslat 2-es pontját. A pénzügyi bizottság 4-4 szavazattal az alábbi kiegészítést javasolja a képviselőtestületnek a beszámoló Felső-Zsolca város 2012. évi bűnügyi közbiztonság helyzetéről határozati javaslatához. Felső-Zsolca város önkormányzat képviselő testülete felkéri az őspanosnokot, hogy törekedjen az állandó magasabb létszám biztosítására a Felső-Zsolca területén. Jó, köszönöm szépen. Most pedig a határozati javaslatot teszem fel szavazásra a pénzügyi bizottság kiegészítésével együtt, amely következőképpen szól. Egyes képviselőtestület beszámoló Felső-Zsolca város 2012 évi bűnügyi közbiztonsági helyzetéről című dokumentumot elfogadja. 2. Képviselőtestület a település közbiztonságának növelése érdekében felkéri a polgármestert, rendőrvelni egység működtetésére vonatkozóan Miskolci rendőrkapitánysággal egyeztetéseket folytathasson, plusz pedig a pénzügyi bizottság kiegészítése, aki határozott a javaslat. Nem kell azt nekem pontunként. Egy összegbe fogom föltenni a pénzügyi bizottság kiegészítésével. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem készfonyítással szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5. Köszönöm szépen. Elleneki volt. 2. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk. Ha elóhajtotok menni, akkor... Köszönjük szépen a jelenlétet, és a megbeszéltek szerint várjuk a munkát el a következő évben is. Tehát harmadik napirendi pontunk, beszámoló Mivíz Kft. Víz és szennyvíz üzemeltetési feladatának ellátásáról a 2012-es évben. Isten áldjon benneteket!
2010. május 14-én nyilvános koncessziós pályázatot hirdetett Felső-Lóca önkormányzata, végül is a Mivíz Kft. Nyerte meg a koncessziós pályázatot. Jelenleg tudjuk azt, hogy egyetlen bekötés van, ami táplálja Felső-Zsolca vízellátását. A második bekötésre ígéretet kaptunk, ami a árvíznél tönkrement, az most a 26-os út rekonstrukciója folyamán be fogják kötni, illetőleg ugyanerre a vezetékre, ami ha jól mondom, a metrónál van, ugye? Ott a betápló rész, de rá fogja kötni az építtető a Mivízzel együtt. Hála Istennek, mert ennek az összege elég sokba kerül, és így sikerült beletenni abba a munkába. A beszámoló részletes képet ad a jelenlegi helyzetről, még a múltról is egy kicsit, viszont nagyon figyelemre méltó az, hogy 2012-ben felújítási feladat nem valósult meg anyagiak hiányában, illetőleg 2013 évre teljes körűen felvázolták a rekonstrukciós javaslatot 9 pontban, ami összeg, ez 83,5 millió forintot tesz ki. Hát sajnos erre nem teljesen elég a koncessziós díj, de egyértelműen a koncessziós díjat ezen munkálatokra kell felhasználnunk. A szennyvíz ellátással kapcsolatban elmondom azt, hogy 2009. december 31-én üzemeltetési szerződés volt érvényben. Március 30-án 2012-ben aláírt az önkormányzat egy megállapodás módosítást, amelynek negyedik pontja értelmében az üzemeltetési feladatokat 2012. március 31 napjától határozatlan időre a Mivíz Miskolc Vízmű Kft. Látja el. Megnyitom a vitát a javaslat felett, amennyiben a beszámoló készítőjének van szóbeli kiegészítést, azt előbb meghallgatjuk, kérdezem igazgató urat. Amennyiben nincs, hát ez a beszámoló magáért beszél, és én azt hiszem, hogy mindenki megértette, hogy mik a legfontosabb feladatok, tehát óhajt hozzászólni. Nagy Róbert képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm, polgármester úr. Nos, a beszámoló nagyon-nagyon alaposságra az elmúlt egy-két évben ilyen mélységűvel nem sikerült találkozni. Főleg a felújítási karbantartási munkáknak az alapossága, ami jó, hogy végre elénk tárásra került, mert is a helyi tippelgetések szóbeszédet által alávonnak támad, hogy bizony-bizony a ivóvíz rendszerünk bizonyos részén mennyire régek alagultak, és ezúttal mennyire veszélyezteti akár a lakosság biztonságát. Itt polgármester úr jól összeadta, tehát a Miskolci kettős betámot, ha lemondjuk az említett összegből, ami 36 millió forintig, az is most már több az éves üzemeltetési díjnál. Hát itt a bizottság ülésen is kollégái megjelentek, és velük is együttésekkel, úgyhogy szeretném még egyszer elhangozni, hogy ezeknek a felújítási karbantartási munkáknak az ütemezését a hivatal alaposan kell egyeztetni, ugyanis útfelújításaink vannak tervezve pályázatokból, és hogy értelemszerűen, ha a prioritásban nincsen eltérés, veszélyeztetettségi szinten, akkor az a kerület kerültek, ami később nem jelentünk egy újonnan kialakított útot környéke megbontásával. És hát annak külön örülök Felső-Lócának a zsebnevé, hogy az árvíz által megszűnt kettős betápnak a helyreállítására megtalálták a lehetőséget. Ez egy nagyon nagy, nagyon jó pont, mert így mindenféle szempontból nem vagyunk, mert nem leszünk annyira kiszolgáltatottak. Tehát kiszolgáltatottság és esetleg minőségi van, és talán ez némi javulás. Nagyon szépen köszönöm. Tehát itt utalok a harcvízre, mert hogy nem abban, hogy nem jó minőségi jön, csak hogy mégis. Köszönöm szépen. Köszönöm, óhajt valaki hozzászólni még. Bíros képviselő, előbb jelentkeztél. Nem, jó, köszönöm. Akkor tovább megyünk. A beszámolót tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a véleményüket. A pénzügyi bizottság 4 szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a Mivíz Kft. Víz és szennyvíz üzemeltetési feladatának ellátásáról készített beszámolóját, a határozatot mostantól együtt
Jó, köszönöm szépen, most pedig határozati javaslatot olvasom fel. Felsőlőce Város Önkormányzat képviselőteste, beszámoló a Mivíz Kft. Víz és szennyvíz üzemeltetési feladatainak ellátásáról 2012 évben című dokumentumot, beszámolót elfogadta. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem készfelnyújtásra szavazzon most. Jól láttam, egyhangú, igen, köszönöm szépen. Igazgató úr, ha óhajtatok maradni, nagyon szívesen vesszük, de a munka az elsődleges. Köszönjük szépen a jelenlétet. Köszönjük szépen előre is. Következő napi rendi pont, beszámoló Felsőlőce Napközi Otthonos Óvoda, 2012-13-as év nevelési év munkájáról. Igen, jegyzőkönyv számára Nagy Zoltán távozott, kikísért az igazgató urat. Köszönöm szépen. 6 képviselő maradt a teremben. Az óvodai beszámoló részletes a munkájukat és feladataikat, annak teljesítését tükrözi. Képviselőtestület döntése értelmében 2012. augusztus 29-től Felsőlőce Napközi Otthonos Óvoda néven működik, két telephelyjel, Park utca 3, illetve Szent István 43. Mindkét óvoda épületben 5 csoport működik, 2012-13 évre vonatkozó gyermeklétszámot az egyes melléklet, 13-14-es évre beiratkozott gyermeklétszám 4-es táblázat mutatja. Csoportonként 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, mindkét óvodaépületben egy-egy konyha alkalmazott végzi a tárolókonyhai tevékenységét. Nagyon szépen föl van sorolva a beszámolóba a ünnepségek, rendezvények, kirándulások az óvodában. Ehhez már hozzátenni sem lehetne. Én megragadom az alkalmat itt, hogy meghívnám a gyerekcsoportokat az önkormányzati ünnepekre teljes létszámmal, tehát óvónénistől, dajkástól együtt. Persze azért valaki maradjon az óvodában, nehogy ott valami történjen. Különösen akkor, hogyha munkaszüneti napon, vagy ha nem munkaszüneti napon történik, tehát ha egyébként is ott vannak óvodában a gyerekek. Jó, ennyit mondtam volna. Elkérdezem, hogy a beszámolót készítő óvodavezető óhajt-e? Igen, tessék parancsolni. Ide kifáradni és adunk egy mikrofont, szóbeli kiegészítést megtenni. Polgármester úr, jegyzőnök, tisztelt képviselőtestület! Azért tettek egy néhány mondat kiegészítést, mert lehetne, mint írásba összegezni tudtam, azok az érzelmi vetületek nem ütnek át rajta, és szükségét értem, hogy néhány mondattal kiegészítsem az ott leírtakat. Első körben is mindenekről szeretném megköszönni a képviselőtestületnek erre a nevelési évre nyújtott segítségét, támogatását az óvodának. Nehéz, de tartalmas és gazdag nevelési évet tudhatunk magunk mögött, és hogy mitől lesz tartalmas, mitől lesz gazdag egy nevelési év egy óvodába, azt hiszem, hogy ahogy polgármester úr ecsetelte, a különböző programok, rendezvények színesítették a gyerekek mindennapjait, a hétköznapjait, ugyanakkor olyan programokat próbáltunk beilleszteni a munkatervünkbe, amelyek mindenképpen egy óvodás gyereknek a életkori sajátosságához igazodik, és ráadásul olyan jeles napokhoz kapcsolódnak, amik egy kicsit a szülők körében is kiválóbb vagy kiveszőbb félben vannak. Ugyanakkor mitől lesz nehéz? A statisztikai beszám, a statisztikai mellékletek ugye tükrözik az óvoda gyerekanyagának az összetételét, tehát az óvoda egy közszolgáltató, közszolgáltatás, végző közoktatás intézmény, az összetételét, ha tekintik, hát mindennek kellett beszélnünk el arról, hogy nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, tehát az óvodapedagógusoknak, az ő munkájukat közvetlenül segítő technikai alkalmazottaknak, ehhez kell igazodni, hogy egyrészt ezeknek a gyerekeknek az esélyegyenlőségét biztosítani, tehát egy
startvonalra csúnyálhatva hozni először őket, azokat, akik ugye nem olyan támogató családi háttérből jönnek, másrészt azoknak a szülőknek az elvárásainak is eleget kell tennünk, akik ugye akár anyagilag, akár mentálisan jobb helyzetben vannak. Ez utóbbi esetekben gyakran előfordul, ha nem is azt mondanám, hogy konfliktus, inkább vélemény különbség az óvoda, illetve a szülők között. Én mindenekelőtt azt a véleményt képviselem a növöldeskületen előtt, olyan szolgáltatásokat és olyan tevékenységeket vállalunk be, ami mindenekelőtt a gyerek érdekét képviseli, hiszen a szakmát azt mi képviseljük. Aztán a saját nehézségeimről személy szerint a következőt, amit el kívánok mondani, ugye 12 évvel ezelőttig önálló intézmény volt az óvoda, utána jött ugye AMK, FKIC és a többi, és valamilyen szinten ez volt az első olyan év, 11 év után, hogy a kistestvér szerepből egy kicsit a felnőtté válás útján el kellett indulni. Ez számomra, mint óvoda vezető, hát bizony okozott komoly előfeszítéseket. Ezt bízom benne, hogy az óvoda használók, a szülők igazából meg a gyerekek nem igen érezték. És amiben szeretném az önök segítségét kérni a közeljövőben, ugye az anyagi, az óvoda működési biztosító normatívák az idén erősen változtak, tehát ez mindjárt számára ismert. Egy kicsit túlzással azt is mondhatom, egy picit túlzással, hogy majdnem önjáróká válnak ugye az óvodák. Viszonylag kevés összeget kell kormányzatnak hozzátenni, ez természetesen nem jelenti azt, hogy valaki szóval mondom, a Habzsi Dőzsi az életünk. És ami a bizottság ülésen elhangzott, kérdések felelet formátumban, és bizony benne, hogy jegyzőkönyvbe is kerül. A jövőben, amit megfogalmaztam a beszámolóban is, ha vannak olyan anyagi kihatással járó problémáink, amit úgy látom, hogy a költségvetési keretből nem biztos, hogy kifutja, akkor a szívásba fogom a jövőben jelezni a képviselőtestület felé. És akkor még egyetlen egy rövid kiegészítő. Én nem csak önöknek, polgármester úrnak, érzőnőnek szeretném megköszönni a támogatást, a sok segítséget a VAMESZ-nak is, a VAMESZ dolgozóinak, közösen Kovácsné Behidai Dorottyának, ahogy mondtam, ebben a felnőtté válásban, különösen a gazdálkodási részben nagyon sok segítséget nyújtott nekem. Ugyanakkor a kollégáinknak, hiszen két év telt el azóta, hogy mi egy óvodává váltunk, és azt hiszem, hogy két év után nyugodtan elmondhatom, hogy megjelent az a kölcsönös bizalom mind a két fél között, ami lehetővé teszi azt, hogy a kollégák egy nyugodt, derűs hangulatban dolgozhassanak. Én bízom benne, nem érez pedig a fenntartom, hogy volt bármilyen reklamálás az óvoda működésével kapcsolatban, hiszen nekünk a szülők érdekeit mindenek előtt tisztába kell, szem előtt kell tartani, és ehhez kérem önöket, hogy a jövőben is nyújtsanak segítséget. Van nekünk még egy olyan gondunk, a 2013. szeptembertől életbe lép a köznevelési törvénynek ide vonatkozó, hiszen folyamatosan veszi az előző hatáját és a másik lép életbe, illetve van egy 20/2012-es emi rendelet, ami lehetővé tenni plusz kisegítő személyzet alkalmazását szeptembertől. Na most ennek a finanszírozását még nem, hogy én, hanem tőle okosabb emberek sem látják, tehát ha ez hatályba lépne, akkor probléma nem lenne. Amennyiben nem, az én mindennapi munkámat nagyon megkönnyíteni, amiben írtam, óvoda vezető helyettes, ennek a, tehát nem csak úgy azt mondom, hogy van egy helyettesen, hanem ennek a jogi formátumának a megvalósítása. Ez azért is gondot okoz, hiszen két épületben működünk, 34-35 kollégának, a kollega munkájának a koordinálása, 250-270 gyerek plusz ennyi szülővel való együttműködés. Én azt hiszem, hogy mondanom sem kell, nem azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni, hiszen képes voltam rá is ezt az évet, és nagyon becsületesen megcsináltuk, de nagyon segíteni a munkának, amennyiben hangsúlyozom, nem lép életbe ennek az anyagi finanszírozása 2013. szeptembertől a kormány részéről. És akkor még egyszer köszönöm valamennyiüknek, és kérem a további bankban is a segítő működésüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon rátermett vagy, aminek adtál tanúbizonyságot, úgyhogy a további éveket is fogod tudni csinálni rendesen. Ez a reflektálásom. Úgyhogy köszönöm a munkádat, és minden óvónőnek külön-külön.
Külön köszönöm azt, a lojalitást, amivel hozzáálltál az építkezés elkezdéséhez. Tudni kell azt, hogy aláírtuk a szerződést, és már lényegében egy hete megy a óvoda építése. Köszönöm. Zsíros képviselő akar hozzászólni. Azt szeretném elmondani elsősorban, hogy minden elismerésünk a udomnőké. Az a munka rettenetesen, rettenetesen. Nagyon szép és nagyon nehéz, amit ők végeznek. Civilizációs elemeket tanítják meg, alapvető elemeket a kis gyermekekkel, amelyek az iskola volt valahol, aki megpróbált az elemet. Ugye nem tudják itt nagyon sokan, vagy nem tudnak enni, nem tudnak WC-be járni, és hova, és hogy. És ezeket mind az abonőknek kell, hogy most elindítani egy kulturáltabb élet felé. Leakulatban, és legyen semmi sem mondani. Itt mondtam azonban egy olyan dolgot, amitől, hogy milyen a szülők, mert azért csinálnak a stb. Foglalkozásokat, illetőleg rendezvényeket, azért, mert már bizonyos tekintet a szülők is kivúltak ebből, már nem nagyon emlékeznek, nagyon dicséretes. Csak hogy közben a másik kezünkkel meg eltöröltük a Platti Ida óvodát, aki Platti Ida sokan nem tudják, szülők között se nincse, hogy Hesses utca történetének egy kimagasló alakja, akik óvodákat hozott létre, akik több ezer gyerekre segített, itt is Miskolcon is, stb. Stb. Vöröskereskedett. Na most ezt nem csak kidobni az ablakon, és most azt mondom, hogy nem tudom, milyen múlti óvoda, ez utaság volt. A másik ugye a Szabályi Király családról emlékezett, a másik óvodának a neve. Ez nem volt teljes. Nem volt teljes összevonni sem, most látszik, mert akkor... Már nincs olyan mondani. Akkor a pénzzel, a takarékossággal mozdáztuk, azért kellett összevonni. Legalábbis itt hivatalosan. Azt mondtuk, hogy két különböző területen ez nem egy célszerű dolog, most halljuk a kolléganőtől, hogy bizony ez nem helyes, ő nem úgy fogalmazza, de ő ez a külön kellene a megyemegy vezető, akkor meg minek csináltuk az egészet. Egyébként a Platéida nevet és másik nevet szülők, idősebb szülők, vagy nekik az, és miért kellett el, mert esetekre válaszolni. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Egyezetek meg, hogy melyiketek. Nagy Róbert képviselője a szó. Köszönöm. Igazgató nőnek meg szeretnék köszönni, nagyon tartom sorunkat. Én, mivel azért naponta előfordulok az órával, azért az utalásodnak észrevettem benne, tehát adott esetben, hogy igenis az alkalmazottaknak inkább a közösség érdekében szemlélő tartották az előfordulós utalásnak, hát ez sajnos egy belejárója a dolognak, de örülök, hogy vérek a gyűlődés. Igazából én, amit a beszámolóból is látok, és így látom az igazgatóasszonyról is, hogy itt a törvényi változásokat szemben tartja, figyelemmel követi. Tehát én ezt szeretném kérni további, hogy felső módszert az óvodai esetleg, hogy van-e létrehúzódtság a bölcsődei fejlesztésnek, hogy ezeket az elkövetkezendőben napi szinten tartja, az biztos, hogy a város érdekét szolgálja, és sajnos a sorjadékot érünk, hogy évente láthatunk a törvények elég komoly területen, és sokszor a finanszírozás miatt kell sűrűtéseket adunk, hogy úgy spórolunk meg azt a pár millió forintot, amiből életbe tudunk maradni, de hogy a szakmai szempontok is ugyanolyan prioritással maradjanak szem előtt. Ezért azt szeretném kérni, illetve gondolom a képviselőtársai nevében is beszéltek, hogy ezeket a változásokat, fejleményeket, hogyha figyelemmel kísérés időben tájékoztatja a testületet, azért hálásak leszünk, mert így mi is esetleg jobban tudjuk mérlegelni a döntésünket, hogy nem azt mondom, hogy ne butaságot döntsön a testület, csak hogy a szakmai szempontokról időben tájékozódjunk. Tehát ez igaz a helyetteseket és a felvállalásáról, hogy mennyire megnehezik el minden a életet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rimán képviselő kap szót. Én is azt mondom, hogy nagyon jó beszámolom, és köszönöm szépen.
Én most a statisztikai vétre szeretném menni. Statisztika az az, hogy hál' Istennek minden megmutat és mindent el akar, de az nem benne. Az egyik engem megdöbbentett az, hogy jár az iskolában, most jár fogadában a 261 gyerek. Titoktatásban részt vesz 72. Én a számot meglepően alacsonyan tartom. Pláne úgy, hogy úgy tudom, hogy Zsoltán, a római katolikusok vannak fölében, lakosok terén, ugyanakkor hitoktatása itt ember legkevesebbek, legkevesebben. Ezt érdekesnek tartom. A másik, egy másik szám, a veszélyeztetett óvodások száma írja, hogy 2. Én tapasztalatom szerint Zsoltán, hogy 30-40 család van, ahol a gyerekek veszélyeztetettek, tehát ez valószínű, hogy ez a szám azért lényegesen magasabb, és viszont az óvodapedagógusok ennek kezelésére, megoldására... Nagy Zsoltán visszaérkezett a terembe. Nekünk basszmásos éveni kerültek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az óvodában nem kötelező a hittan, az iskolában is csak szeptembertől lesz. Tehát mindenkinek szuverén joga véleményem szerint, hogy járatja a gyerekét, nem járatja. Ezt hagyjuk meg a lakosság. Majd eldöntik. Ez nem az óvodát akartam élvezni. Ez gyakorlatilag... Ez nem is arról szól. Köszönöm. Óhajt még valaki hozzászólni? Jó, amennyiben nem. A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a beszámolót. A kérnem szépen a véleményt. 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Határozati javaslatot felolvasom. Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadja a Felsőolca Napközi Otthonos Óvoda 2012-13-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Aki óhajtja elfogadni, kérem készfelnyújtásra, most teheti meg. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Humánpolitikai Bizottság munkájáról való beszámoló. Tisztelt képviselőtestület, helyi önkormányzatok hozzájárulnak az alaptörvényben foglaltak megvalósításához. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselőtestület és szervei biztosítják. A képviselőtestület hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira, jegyzőre, társulásai ruházhatja át, utasítást adhat és hatáskörét visszavonhatja. Annyit el kell mondanom, hogy a beszámolót a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta, beszámoló vitáját megnyitom, ha óhajt valaki hozzászólni, tegye meg. Amennyiben nem, Humánpolitikai Bizottság véleményét kérem, ők tárgyalták. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a számot. Jó, köszönöm szépen. Most pedig felolvasom a határozati javaslatot, amely arról szól, hogy Felsőolca város önkormányzata a beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Aki egyetért a beszámolóval, kérem készfelnyújtással szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Hatos napi rendi pontunk, ügyrendi bizottság munkájáról szóló beszámoló. Hasonlót tudok elmondani, mint az előbbinél. A bizottság megtárgyalta, óhajt valaki hozzászólni. Igen, Rimán képviselője a szó. Én csak azt látom, hogy egy különösszeg életi legközelebb munkájukat, mert gyakorlatilag a győzhetők a legnehezebb. Elvetek lennek hárman, ahol van egy állandó távozó, úgyhogy ennek a két embernek mindig ott kell lenni, hogy ez a munka megvalósulja. És köszönöm neki. Köszönöm szépen. Hát a képviselő munka sajnos erről szól, hogy mindig ott kell lenni. És én azt tudom elmondani, hogy ez a 7 ember, aki most is itt van, az mindig ott van mindenütt. Igen, megtárgyalta az ügyrendi bizottság, kérem a véleményüket. Ügyrendi bizottság 5 igen szavazott, elfogadta a beszámolót és elfogadást. Vagy ők, bocsánat, 2 az a beszámolót. 2 igen szavazott, elfogadott. Köszönöm szépen. Most pedig a határozati javaslatot felolvasom. Felsőolca város önkormányzati képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az ügyrendi bizottság munkájáról került beszámolót. Aki egyetért vele, kérem készfelnyújtással szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy másfél óra után tartunk szünetet, ha úgy gondoljátok, ha nem mehetünk tovább. Nem. Akkor úgy gondoljuk, hogy
Akkor 5 perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. Ajtót rakjátok be, húzat van. Úgy van. Mehet? Jó, akkor folytatnánk a 7-es napi rendi ponttal. Tervezett képviselőtestület 2013 évi költségvetésről szóló 5/2013 önkormányzati rendelet módosításáról. Képviselőtestület humánpolitikai pénzügyi ügyrendi bizottság véleményének kikérésével rendelhette el. 5/2013 rendelet 2-es paragrafus A pontja helyébe lép egy számszaki szöveg, ami 874 millió helyett 897 millió, illetőleg a 2-es paragrafus B pontjának a helyébe, amely 825 millióról szól, ennek a helyébe 923 millió 1000 forint szöveglész lép, illetőleg a 2-es paragrafus A ponttal egészül ki. Igaziból miről is van szó itt? A 2013 évi költségvetés 2-es számú módosítását 100 millió 535 ezer forint bevétel és ugyanennyi kiadási szükségletet terjesztem elő. A módosítása mind a bevételek, mind a kiadások 1 milliárd 512 millió 208 ezer forintra módosulnak. 1 milliárd 512 millió, ott van leírva, a második oldalon ott van előtted. Módosul. Miből adódik ez? Egyrészt, tehát azok az összegek, amik időközben bejöttek az önkormányzathoz, ezek teszik ki a 100 millió forintot, ezek a pénzmaradvány az 76 millió, a óvoda pályázat önereje, a béralap változása, a kórházból bejövő jövedelem, és ezeknek a technikai helyretételét jelenti a 2-es számú módosítás. És amit az előbb említettem, az utolsó tábla következőképpen változik. Helyes úgy, ahogy van, csak még felbontottuk. Ha előveszitek, akkor mindjárt el is magyarázom. Tehát az utolsó oldal, meg kell fordítani az egészet, utolsó oldalon ott van, hogy költségvetési bevétel kiadás. A bevétel 972 millió, ezt fölbontjuk, innen levesszük a pénzmaradványt, 75 millió 655 ezer forintot, és ennek az összege ennyivel lesz kevesebb, tehát a költségvetési bevétel 897 millió 324 ezer forintra módosul, de mondom ugyanazt, tehát csak bontásokról van szó, és ugyancsak a költségvetési kiadás összegéből, amit le van írva 908 millió forintból, mivel a kötvény 64 millió forintját hozzátesszük, tehát a 15 millió forint kamatfizetést, és így módosul 923 millió forintra. Ez csak a megbontás kérdése a jobb láthatóság szempontjából. Jó, megnyitom a vitát a tervezet felett, óhajt valaki hozzászólni szóljon. Tehát arról van szó a második módosításnál, mint az elsőnél is, a közben bejövő pénz technikai elhelyezése a költségvetésünkbe. Amennyiben nem akar hozzászólni senki, akkor valamennyi bizottság tárgyalta, kezdenénk a humánpolitikai bizottsággal.
A humánpolitikai bizottság 5-igen szavazattal elfogadta, és a képviselőtestületek elfogadásra javasolt az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013-2027 önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet. Jó, pénzügyi bizottság véleménye. A pénzügyi bizottság 4-igen szavazattal elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására készített tervezetet. Ügyrendi bizottság véleménye. Az ügyrendi bizottság 2-igen szavazattal elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolta az önkormányzat 2013. költségvetésről szóló 5/2013 önkormányzati rendelet módosítására készített tervezetet. A következő módosítása. A rendelet a 2-ben A paragrafusra egészül ki. A második paragrafus A pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozásaként bemondja az előző évi pénzadományt, melynek összege 75.655.000 forint. Így van, ez az összeg az, ami még a költségvetés készítésénél nem állt rendelkezésre. Jó, köszönöm szépen. Akkor egyben a tervezetet teszem fel szavazásra az ügyrendi bizottság kiegészítésével. Aki ki elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk. A 8-as tervezet a képviselőtestület működés, szervezeti működési szabályzatáról szóló 10/2011 önkormányzati rendelet, valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2011-es rendelet módosításáról. A képviselőtestület pénzügyi ügyrendi bizottság véleményével, kikérésével rendelheti el a következőt. Egyes paragrafus hatályát veszti a szervezeti működési szabályzatról szóló 10/2011-es rendelet, 16-os paragrafus 4A bekezdése, a 20-as paragrafus 7-es bekezdés I pontja, illetőleg a 20-as paragrafus 3/9-es ponta, az is kikerül. Második paragrafus tiszteletdíjról szóló 22/2011-es rendelet 4. paragrafuság helyébe lép a következő. Két egymást követő munkaterv szerint ülésen nem jelenik meg a képviselő, a második ülés hónapjától 6 havi tiszteletdíj nem illeti meg, míg a munkaterv szerinti testületi ülésen nem jelenik meg újra. Hármas paragrafus a tiszteletdíjról szóló 22/2011-es rendelet 5. paragrafussal egészül ki. Négyes paragrafus rendelet kiirdetés követő napon lép hatályba, és az követően hatályát veszti. Indoklása következő. Tehát volt a tiszteletdíjról szóló rendelet a 22/2011-es, illetőleg a képviselőtestület SMS-éről szóló 10/2011-es rendelet. Bocsássatok meg, ezt vegyétek már majd fel. Áprilisban történt módosítása során is vezetett be a testületi tiszteletdíjra vonatkozó rendelkezéseket, a két rendelet ellentétes, így módosítása szükséges. Továbbá a szervezeti működési szabályzat 20 paragrafus 7-es bekezdés 1 pontja, és ezt megfontolásra javaslom, hogy hatályon kívül kell helyezni. Kérem tisztelt képviselőtestet, a tiszteletdíjról szóló rendeletet, valamint a szervezeti működéssel szabályzatról szóló rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. Megnyitom a vitát a rendelet felett. Óhajt valaki hozzászólni? Maradjon nála. Igen, Nagy Zoltán képviselő a szó. Amennyiben a képviselő két egymást követő munkaterv szerinti ülésen nem jelenik meg, az elmulasztott második ülés forradó tisztelőt nem jelenti meg. Ez lenne is van. De mi van akkor, ha csak minden második ülésen jelenik? Valahogy elfelejtettük ebből a parlamentusból beleilleszteni a dolgot. Már én mondjuk azt mondom, kérdezi szeretettel, hogy minden második okon feljövök, és ugyanúgy kifizetve a délkormányzat. Ezzel kapcsolatosan van egy kis aggályom. Köszönöm szépen, csak én szerettem volna elmondani.
Nagyon jó vélemény a kibújás alól. Ez teljes mértékben igaz. Viszont én megint azt tételezem fel, hogy felnőtt emberekről szól a történetünk, és minden alkalommal, aki komolyan veszi a munkáját, az gyakorlatilag itt van. Ez csupán arról szól, hogyha tényleg valaki huzamosabb ideig nem jelenik meg. Ez már kibújás a történet alól. De végül is igazad van. De én ezt fel se tételezem itt egyikünkről sem. Ki jóhajt még hozzászólni? És így benne van a szabályozásban, hogy két egymást követő munkatárs szerint élés. Jó, mondta hangosan. Két egymást követő munkatárs szerint élés. Tehát ha a harmadikon jelenik meg itt, tehát a két egymást már nem követő, jó. Az mindig a második. Az, az a harmadik. Az már a harmadikon, igen. De hát ugyanaz vonatkozik arra is, amit mondtál. Jó, rendben van, óhajt, Nádi képviselő mondott valamit, nem mondott, jó. A pénzügyi és az ügyrendi bizottság tárgyalta a pénzügyének a véleményét, kérdezem. A pénzügyi bizottság négy éves szavazattal az alábbi négyes paragrafusba beépülő újbekezdéssel a mulasztásával felmentés egyedi elbírálás alapján a polgármester adhat, melyben a következő testület ülésén a polgármester köteles tájékoztatást adnak a képviselő testületnek. Hát ezzel elfogadta és elfogadása javasolja a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, valamint az önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására készített elvezetet. Köszönöm. Ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottság kettő igen szavazattal elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadása javasolta a képviselőtestület SMS-éről szóló 10/2011 3.25 önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 22/2011 8.26 önkormányzati rendelet módosításával készített tervezetet. Köszönöm szépen. Én javasolnám azt, a ügyrendi bizottság tárgyalásánál fölmerült az, hogy ne a polgármester, tehát amit a pénzügyi bizottság javasolt, hanem majd a képviselőtestület döntsön arról, hogy mi legyen, ha emlékeztek erre. Igen. Én azt javasolnám, hogy döntsön a képviselőtestület. Egész szép. Jó, akkor, hogyha a polgármester nem tud ebbe dönteni, akkor úgyis a bizottság, vagy a testület elé fogja hozni. Jó, rendben. Most pedig a tervezetet teszem fel szavazásra. A pénzügyi bizottság kiegészítő véleményével, aki elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő a 9-es napi rendi pontunk. Tervezett az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról. Az önkormányzati rendelet 20-as paragrafus 3-as bekezdés e pontjában és a 7 bekezdés e pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Felső-Alcaváros önkormányzat képviselőtestület pénzügyi ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével rendelheti el a következőket. A tervezet nagyon hasznos, ez a vélemény előkerült a bizottság üléseken is, mert ebből gyakorlatilag mindenki teljes képet kap a önkormányzat vagyonáról. Le lehet vonni a következtetést, hogy milyen lehetőségeink vannak, illetőleg egyértelművé teszi, hogy a testület a nehéz helyzetében hová nyúlhat, és hogy lehet megoldani, hogy lehet áthidalni ezen vagyontárgyak felhasználásával nehéz helyzeteket. Nem volt egyszerű ennek a megalkotása, mert tudjátok, hogy a ügyrendi bizottság ülésére még egy kiegészítés is történt, amit hozzácsatoltunk a tervezet végéhez.
De ez is azt jelenti, hogy többször foglalkozott vele a testület, hogy végül is alapos tervezet kerüljön a tisztelt képviselők kezébe. Megnyitom a vitát a tervezet felett, ha valaki óhajt hozzászólni, kérem jelezze. Igen, jegyzőasszony. Én kiegészítenék, hogy már polgármester úr távol volt, de a pénzügyi bizottság ülésen is elhangzottak a kiegészítések, és a testületi anyagot, mikor csütörtökön kiküldtük, már az új és jó rendelettervezetet küldtük ki mindenkinek, és segítségül mellé azt a két oldalt a változásokkal, aki esetleg a régi tanulmányozta át, hogy nyomon tudja követni. Tehát most már nem a módosításokkal együtt fogja polgármester úr feltenni szavazásra, hanem az csütörtökön kiküldött rendelettervezetet. Igen. Indoklásként meg kell jegyeznem a következőket. A kormányhivatal a törvényességi felhívása arra irányult, hogy a képviselőtestületnek az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési joggyakorlásáról szóló 4/2003 számú rendelet bevezető része ellentétben áll a jogszabály szerkesztésről szóló 61/2009 rendelettel, nem tartalmaz minden felhatalmazást, illetve feladatkört meghatározó rendelkezést. Nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét, a jogszabálysértés új önkormányzati rendelet megalkotásával orvosolható, ami most megtörtént, aktuálissá vált a rendelet szerkezeti megváltoztatása, illetve a felsőbb szintű jogszabályokban szabályzott rendelkezések hatályon kívül helyezése. Így teljes mértékű a tervezet. Óhajt valaki hozzászólni? Amennyiben nem. Pénzügyi bizottság és ügyrendi bizottság tárgyalta, nem kevés időt fordítva foglalkozott a tervezettel. Kérném szépen a pénzügyi bizottság véleményét. A pénzügyi bizottság végig a szavazatban elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a fenti módosításokkal az önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendeletre. Tehát a módosításokkal vele képviselőtestületnek. Jó, köszönöm. Ügyrendi bizottság véleménye. Ügyrendi bizottság 2 igen szavazatban elfogadta, és elfogadásra javasolja a tervezetet. Jó, most pedig a tervezet egészét teszem fel szavazásra, aki egyetért vele, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egyhangú, köszönöm szépen, tehát 7 igen szavazattal a tervezetet tisztelt testület elfogadta. Következő napi rendi pontunk a 10-es. Javaslat önkormányzati lakások elidegenítésére. Tisztelt képviselőtestület, több önkormányzati lakás bérője megkeresett azzal, hogy a bérelt ingatlan milyen módon tudja megvásárolni, valamint egy igény üres bérlakás megvételére is van. 7/2008 számú rendelet alapi szabályokat állapítja meg. Az elidegenítésről döntés a képviselőtestület hatásköre. Az önkormányzati lakásra elővásárlási jog illeti meg a bérlőt, a bérlőtársat, a bérlőtárs egyenesági rokonát, örökbefogadott gyermekét, adásvételi szerződés megkötését megelőzően az épületet társasházzá kell nyilvánítani. A vételár helyi forgalmi értékének az irányadó, az értéket szakértő véleményel kell megállapítani. Egyáltalán itt a javaslat arról szól, hogy a lakások elidegenítésre kerüljenek-e, vagy nem. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Aki hozzá akar szólni, tegye meg. Nyilvánvaló, hogy a részlet feladatok azok a későbbiekben aktualizálódnak. Tessék, Nagy Robert képviselője a szó. Köszönöm, polgármester úr. Hát a bizottsági döntésen jutasító döntés született, de hát részletesebb vagyok van. Tehát szó volt arról, hogy hát egy önkormányzati vagyon lakások eladása azért mindig felvette azt, hogy a vagyonnal hogy gazdálkodik a tulajdonos, tehát adatosabb a testület. Ezeknek az ingatlanok nem mindegyike, hát mondjuk úgy eléggé jó úszati állapotban, de a jelenlegi gazdasági helyzetben most mi, tehát ez a testület értékesíteni ezeket a lakásokat, és itt még egy is nagyon sok járványos költség felmerül, hát finoman szólva is nagyon teszik el az önkormányzat. Most olyan az ingatlan. Hát, a bizottság is mondta, hogy egy
épület értékelés elkészült, és ráadásul túlerekmény született, tehát most nagyon-nagyon hosszú járó önkormányzat, ha értékesíteni az lakásokat, és személy szerint azt mondtam, hogy amennyiben van rá mód, inkább a következő időszakokban kiemelte legyen figyelme, hogy ezeket a lakásokat kifejezetten együtt felújításra, pályázatokat keresen az önkormányzat, mert mind az önkormányzatnak, mind az adbérlőknek igazából az egy jobb megoldás lenne, tehát kevesebb lenne a fenntartása, és átmagozni az élettartamát is ki lehetne tornozatni az épületeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hajt még valaki hozzászólni? Tessék, Nádi képviselő úr. Hát ez egy folyamat lenne, hogyha ugyan a pénzügybizottság ezt elutasította, de én úgy gondolom, hogy talán a lehetőséget meg kellene, ha már ez szóba került, ha már ez felmerült ez a kérdés. Tehát én mindenképpen arra kérni polgármestert, hogy a javaslatot külön-külön tegye fel szavazásra, mert van itt az, hogy Felső-Olcváros önképviselő úgy dönt, hogy Felső-Olca társasházát alakítja. Tehát én úgy gondolom, hogy a lehetőség benne van az eladás. Nem tudjuk, hogy milyen pénzügyi helyzetek körül az önkormány. És hogyha ezt a lépést megtesszük, ilyen apró lépést, akkor később dönthetünk úgy, nem elfújtva egy jelre, hogy az eladás mellett is. Én azt javaslom, hogy ezt a lépést tegyük meg, az eladásra meg később bármikor igen, nem lehet szavazni. Értem, köszönöm szépen. Emlékeztetlek benneteket, hogy a társasházzá nyilvánítás az Eperjesi utcán már elfogadásra került egyszer, éppen amiatt, hogy a szakszolgálatot átadtuk, a nevelési intézetet átadtuk. Tehát azt mindenképpen meg kell lépnünk, mert... Levél, hogy nem szükséges, azért nem is csináltuk meg, de erről is tájékoztattuk a testületet. Igen, igen, igen. De szerintem azt mindenképpen célszerű lenne meglépni, ha nem is holnapi nap, de valamikor a társasházán nyilvánítást, mert azzal a helyrajzi számmal adtuk át a szakszolgálatot gyakorlatilag az államnak, ami vitte az összes lakás. Egy helyrajzi számom volt. Tehát én szerintem adjuk meg a lehetőséget, ahogy Nádi képviselő is mondta, és mind a két határozati javaslatot fogadjuk el, mert ez még nem azt jelenti, hogy holnap már ezt kell csinálnunk, de a lehetősége megvan, és amikor találunk rá valamilyen pénzügyi megoldást, célszerű lenne az eladástól függetlenül is a társasházán nyilvánítást megtenni, mert akkor egyetlen egy rész helyrajzi számmal adnánk át gyakorlatilag a szakszolgálatot, ami ott az Eperjesi utcán van. Na most az, hogy a lakásokat mennyiért és hogyan, itt ez egy elvi kérdés, hogy elidegeníthető? Nem. Tehát ezt érdemes lenne megfontolni. Jó, köszönöm szépen. Óhajt még valaki hozzászól, a Nagy Robert képviselő. Köszönöm, csak még mennyit szeretnék hozzászól, hogy igen, hozzámesült a szakszolgáltató intézmény átadásával kapcsolatosan ezt már korábban tárgyaltuk, tehát ez igazából az alig is nem is kérdés, hanem ezt meg kell lépni, hát a saját tulajdonban érdekünk, hogy a jogi helyzete rendezett legyen, bármiségben összeadó bármi későbbiekben. Csak azt ki szeretném még hangsúlyozni, hogy a későbbiekben, ha a lakástulajdonosok, ha az önkormányzat esetleg felszerelt újra, az épületeket azokat előbb-utóbb fel kell, mindenféleképp műszakilag sokkal jobb az egész egyban, tehát és ha esetleg egy-egy lakás értékesítésre kerül, hát nagyon kevés esélyt látom arra, hogy akár az önerőket a lakosok előre ki tudnák fizetni. Tehát mindenféleképpen jobban látnám az önkormányzat lépne a tettek mezére, hogy a lehetőségeket feltárná, hogy milyen akár jogi helyzet előnyösebb az ügyben, hogy a felújítására lehetőségeket keresünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, tessék. Hát ehhez csak annyit szeretnék hozzátűzni, hogy tehát ezeknek a lakásoknak a műszaki állapota valóban siralmas, tehát úgy mondanám, hogy siralmas, tehát nem előbb-utóbb, hanem előbb kéne felújítani. És tehát én beszélgettem, hogy voltak ott nem messze a lakásoktól, beszélgettem a tulajdonosokkal, akik úgymond, tehát jelenleg is ott tartanak, hogy elég sok pénzt öltek abba bele, hogy abba a lakásba lakhassanak. Tehát egyszerűen az, hogy lakhatóvá tudja tenni.
egy adott esetben, ha nem adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ezt a lakást megvásárolják, és lejár a szerződésük, akkor elméletileg az a pénzösszeg, amit ők belefektettek abba a lakásba. Ki kell fizetni? Viszlát a nyilván záron, ami körülbelül úgy néz ki, hogy 2 cent és évek meg hasonlók vannak. És ezért nem olcsó pénzeket fizetnek az önkormányzatnak. Ez a dénél. Tehát én támogatnám ezt a javaslatot. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ezt holnap el kell adni, tehát aktualizálni kell a lehetőség, de a lehetősége maradjon meg. István, te tudod a legjobban, mert nyilvánvaló, ti jártok oda, hogyha valami gond van, hogy milyen állapotban vannak. Ezek a lakások 30 évvel ezelőtt épültek, és nem akarom minősíteni, hogy hogy épültek. Tehát ezt ti tudjátok. Nyilván. Annyit viszont én is tudok, hogy nap mint nap probléma van vele. Valamilyen formában. Azzal is egyetértek, Robi, amit te mondasz, hogy nem kell elkutyavetyélni, de a lehetőséget ne zárjuk ki, mert hogyha egyszer úgy döntünk, hogy eladjuk, akkor úgyis idejön a testület elé, mert azt egy személybe eldönteni nem lehet. Nekem az a véleményem, mint ami a határozati javaslatban van, adjuk meg a lehetőséget. Óhajt még valaki hozzászólni? Amennyiben nem. Pénzügyi bizottság tárgyalta, kérnem szépen a véleményüket. A pénzügyi bizottság még igen szavazattal nem támogatja az önkormányzati lakások elidegenítésére készített javaslatot. Pénzügyi itt kell feltennem. Jó. Jó, rendben, köszönöm szépen. Most pedig felteszem szavazásra az eredeti határozati javaslatot, amely szerint a képviselőtestület úgy dönt, hogy a lakások elidegenítésre kerülhetnek, illetőleg a második pont, a képviselőtestület a 683 helyrajzi számú ingatlant társasházzá alakítja, költségeit az önkormányzatnak kell biztosítani. Aki ezzel egyetért, kérem. Majd akkor külön fogom az ő javaslatot. Nem, hanem külön az első pontot. Külön ja, hogy a két pontot ne egyszerre tegyem fel. Jó, rendben van. Akkor az első napi rendi pont arról szól, hogy a képviselőtestület döntött arról, hogy a lakások elidegenítésre kerülhetnek. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 2-4, köszönöm. Ellene? 3. Igen, köszönöm szépen. A második pontot teszem fel szavazásra. Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Felsőolca 683 helyrajzi számú ingatlan társasháza alakítja, a költségeit az önkormányzat biztosítja. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Egy hangú, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk a 11-es. Javaslat Felsőolcváros Sportklub bérleti díjaira. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat és a sportklub, a sporttelep és az egyesületek háza használatára 2011. március 17-én megállapodást kötött. Viszont szükségessé vált jelenleg a megállapodás módosítása. A módosítás közös megegyezéssel 2013. május 8-án megtörtént. A módosítás megállapodás jelen előterjesztés egyes mellékletet tartalmazza. A javaslat pedig a következő, hogy a sporttelep, az egyesületek háza, az önkéntes tűzoltó egyesület helyiségeinek bérleti igénye esetén az FVSC elnöksége közvetíti a rendezvények háza sportrendezvény szervezője felé, aki tárgyalásokat folytat a tulajdonos nevében. A szerződés hatályosulásához a polgármester aláírása szükséges, a bérleti díj teljes mértékben az önkormányzatot illeti. Ennek megfelelően elengedhetetlen a bérleti díjak meghatározása, és erre tettem most javaslatot. Kérem tisztelt képviselőtestületet a megállapodás megtárgyalására és jóváhagyására. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Ki jóhajt hozzászólni? Amennyiben nem, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem szépen a véleményüket.
pénzügyi bizottság mindigen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasoljuk képviselőtestületnek a felsőoktatási városi sportművészeti évre készített határozati javaslatot. Köszönöm szépen. A határozati javaslat következőképpen szól. Egyes pontja képviselőtestület egyes melléklet szerinti megállapodás módosítást jóváhagyja. Kettes pontja képviselőtestület a városi sportklub bérleti díjait a táblázatban állapítja meg. A gazdasági érdekek figyelembevétele a polgármester egyedi elbírálású szerződések alapján dönthet a díjtételek mértékének változtatásáról. Amennyiben a határozati javaslatot elfogadjuk, az kézfelnyújtással szavazom most. Köszönöm, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a sportklub bérleti díjáról a tisztelt képviselőtestület. 12-es napi rendi pontunk. Javaslat Miskolc kistérség több célú társulásából történő kilépésre. A kistérség 2012. október 30-e ülésén határozott arról, hogy valamennyi képviselőtestület további működés tartalmára vonatkozóan a képviselőtestület 184/2012 számú határozatával kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a társulás jogutódjaként a létrejövő együttműködéshez. A kistérség látja el ennek fejében a start közfoglalkoztatást, illetőleg a belső ellenőrzést. A tagdíj ennek fejében 2.359.000 forint, ebből a belső ellenőrzés 1.152.000 forint, általános működési hozzájárulás 509.000 forint, közfoglalkoztatás önrésze pedig 698.000 forint. Meg kell mondani azt, hogy a belső ellenőrzés feladatok ellátása megbízási munkaviszonyban jóval olcsóbb. A közfoglalkoztatásra viszont, ha ezt megszüntetjük, az önkormányzat is nyújthat be pályázatot. Ez azért eredményesebb, mint a társulási keretben, mert az önrészből is saját eszközök vásárolhatók. Ami a legsajnálatosabb az, hogy jelen pillanatban egyik feladat sem teljesült még, és gyakorlatilag az év felénél vagyunk. A start munkaprogramból annyi valósult meg, hogy az emberek itt vannak. Az első instrukció szerint csak arra lehet őket felhasználni, arra a munkára foglalkoztatni, amiben a jelentkezés megtörtént, de sem munkaeszközt, sem védőeszközt, sem pedig anyagot nem kaptunk a munkához, jelen pillanatban sem. A kistérségen többször szóvá tettem, elmondták, hogy amiatt történt ez, mert közbeszerzést Európai Uniós törvényeknek megfelelő közbeszerzést kell végezni, ami pedig nagyon lassú, hozzátéve azt, hogy a Miskolci Holding ellenőrzése alatt tartja az egész közbeszerzést, és azt szeretnék, hogyha az ő közbeszerzőjük végezni el a feladatot. Ez nyilván azt jelenti, hogy húzódik. Lényegében itt vagyunk az év második felénél, és sehol semmi, viszont a fizetést azt pedig elkívánják majd tőlünk. Éppen ezért a határozat a javaslatban az szerepel, hogy ezekből a feladatokból kilépünk, illetőleg 2014-től saját magunk fogjuk elvégezni. Arról is volt szó személyes megbeszélés alkalmával, hogy még mindig lehet mikrocsoportokat alakítani, tehát gondolok itt Alsóolca, Felsőolca, Ónod, Sajópápfala, ha mindenképpen közösséget szeretnénk. De azt látjuk, és a példa azt mutatja, hogy akik önállóan már kiléptek a korábbi években, azok önállóan ugyanazt a feladatot meg tudták oldani, amit mi Miskolc segítségével nem. Amit nem tudunk megoldani pillanatnyilag. Jó, megnyitom a vitát a javaslat felett. Igen, Nagy Robert képviselő kér szót. Köszönöm, polgármester úr. Ez az előterjesztés, mert az eredmény ez már egy hónapok óta zajló folyamat, tehát hogy kiderült, hogy a Miskolci kistérség nem igazán kezeli fel, tehát egy olyan partnerként akárhogy is nevezünk.
többit sem. Tessék, nem, nehogy is. Tehát nincs is más lehetőség, az évben az év hátralévő felébe fent kell tartani a társadalást, mert lehetőségünk nincsen arra, hogy a további 6 hónapban valamiféle támogatás is kell hívni. Tehát 2014. január 1-től ténylegesen egy új élet fog felsőt, tehát életben végül is saját kezünkben lesz, hogy az utolsó centiméteri a közmunkásoknak a irányítása. Ez az előterjesztés ez vonatkozik. A másik, hogy bizottságülésen elég hosszasan beszéltünk, kicsit túl is lehagyottunk, nem csak rövid közé, már hosszú távú tervek is szóba jöttek. Arra vonatkozólag, hogy mezőgazdasági tevékenység végzéséhez igaz, hogy csak január 1-től tudnánk elkezdeni, de felsorolsz, amivel saját területeken ilyen tevékenységet nem végzett, elő kell készülni. Ez alatt értem, egy-két belterületi, de nem használt ingatlan, ezek 1-2000 négyzetméteres, vegyszeres előközelését és felszántását értjük. Ezek összességében 10.000 forintos nagyságrendet jelentenek. Viszont ezt az évben meg kell tenni. Elhangzott a bizottság ülése, hogy erre a hivatal összeszedi az ismereteit, és majd lesz egy előterjesztés belőle valamikor nyáron, akár egy rendkívül is. Belül, viszont ez nincs benne a bizottsági véleménye. Azt szeretném kérdezni, hogy ez ügyben hogy is áll. Nem szeretném azt, hogy ne legyen egy hivatalos döntés arra, hogy egy 3-4000 négyzetméteres területet ne készítsünk el, és akkor jövőre már megint nem tudunk kertészkedni. Azt szeretném kérni, hogy ez ügyben akkor jól állunk, vagy valami hivatalos döntés még kell hozunk. Tetszenek látni, hogy a magyar rendelet benne van, hogy a Csetnikben ott van 2 vagy 3 területünk. Azt pontosan meg kell néznünk, ott a feltett kérdésre választ adva ott a munkát el lehetne kezdeni és el lehet végezni. Elő lehet készíteni, amennyiben az valóban rendelkezésünkre áll. Tessék! Köszönöm, Balázs. A korábbi bizottsági beszélgetésekkor nem is a Csepikről, hanem például a Kazinci-Ferenc utcánál a magas feszültség vezeték alatt elég nagy területek és a bemutó építési telkek, igaz, hogy építési telkek, de lássuk be, az államosítményben nem nagyon lesz értékesítve. Azokat is esetleg lehet használni, mert a konyhánknál bizony elkérne a helyi nyersanyag, vagy akár itt a Csepik területek, akkor azt szeretném, akkor lenne egy ősi módosító javaslatom, akár ezen a napján a keretén belül, hogy készítsen a hivatal egy kigyűjtést a ténylegesen használható területekről, vagy álljunk egy bizottságra egy rendkívül, és valami legyen, tehát nehogy az legyen megint, hogy akkor vállalkozunk valamit, és akkor nem tudunk majd dolgozni. Tehát ezt szeretném elkerülni. Hagyj mondjam, hogy ez nem tartozik a javaslat, tehát a napi rendi pont, hoz, mert itt arról kell dönteni, hogy kilépünk, nem lépünk. Ennyi. Emellett tudomásul veszük, és benne lesz a jegyzőkönyvbe az, amit képviselő úr elmondott, és előkészítjük. Illetve... Igen, hogyne. Kiegészítésként, hogy már megtörtént ez a kigyűjtés. Úgyhogy akkor majd kérjük a képviselő úrnak a jelenlétét, meg egyeztetését, hogy mely területről legyen pontosan szó. Tehát kigyűjtöttünk minden olyan területet, ami művelésre alkalmas lehet. Hozzátéve még azt, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy a szociális szövetkezetek létrejöjjenek. Bár erről a néhány polgármester társamnak, akik ezt csinálják már évek óta, nem egyértelmű a véleményük, mert nagy buktát lehet előidézni vele. Tessék, Rimán képviselő úr! Köszönöm szépen! Én is szeretném kérni a lehetőséget arra, hogy ezen egyeztetésen részt vegyek. Persze. Mert nagyobb egy képviselőtársnak van a beigazsága, hogy ha most nem foglalkozunk a kérdéssel, akkor az nem is fog sikerülni. A másik oldal, hogy a szavazásnak tehát az eredmény nem kétséges, ebből jövőre ki kell lépnünk, és saját kezünkbe kell venni a sorsunk egyenesen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb vélemény? Amennyiben nincs, bocsánat, Nagy Zoltán képviselő. Itt a képviselő ura. Képviselő ura, egyetértek benne. A jelzői asszony is szintén, van előttem pontosan ezek a számú területek, amik vagy bérbe vannak, most vagy nem tudom, hogy vannak, de ő sűrűsen mint amit beszéltünk is a szerelkezetet. Közel. A
szövetkezetet. Ebből bele kell vonni a önkormányzat kisebbségét is, amiről beszéltünk már tavaly, azóta se elégtünk benne semmit. Igaz, hogy ígértünk egy olyat, hogy most szeptembertől igazság szerint felmondják azokat a szerződéseket, amiről úgy is szó már egy évvel ezelőtt. A mai nap is tudom én sem, hogy mi van, milyen lépések születnek. Mert itt nem január 1-ig kezdjük félre szépen az évet, hanem szeptemberre kezdjük az évet, és szeptemberben van végül tulajdonképpen 120 ember. Ez sürgős volna, mert itt van a nyakunkon keresztül a szeptember október, azért mondjuk mi is valamit most a másodban is. Köszönöm. Köszönöm. Én azt javaslom, hogy erre a kérdésre térjünk vissza a szeptemberi ülésen, a szeptember közepén lesz. Javaslat? Rendkívül ülés, az volt a pénzügyi bizottságnak a javaslata. Hát akkor a javaslatom az, hogy a polgármester úr, tehát technikailag akkor egy rendkívül ülés, egy előterhez is bejutok egyébként a kormányosan a képviselők, ahhoz a igazán a jelzőfőnök, hogy a területekről van most is a friss, a korábbi vagyonrendetek is vannak olyan területek is, arról van szó, hogy olyan belterületi vagy külterületi ingatlanok, amik nincsenek tényleg haszonbérben, mert azokat már tudjuk használni. És ha esetekben ez sikeres lenne ez a termünk, hogy 1-2000 négyzetméteren gazdálkodunk, utána meg kell gondolkodni, esetleg a haszonbérben kiadott több hektáros területekből egyet-kettőt esetleg visszavonjunk saját művelésbe. Tehát most idővel már csak nem használt területeken tudjuk elkezdeni az előkészítő munkálatokat. Tehát akkor ezt egy előterjesztés, semmi előterjesztésünk, és akkor egy rendszerűen is a kezünkbe össze kell hívni, akkor addigra azt a 10.000 forintos összegkeretet pontosítjuk, és akkor születik egy döntés, hogy miket kell előkészíteni. Mert szeptemberben már kész kell lenni területek, most, hogy azt jövőre tudjuk használni. De ez igazából akkor ez most nem szükséges határozat, de most akkor majd születik egy előterjesztés. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Óhajt még valaki hozzászólni a napi rendi ponthoz? Amennyiben nem, humánpolitika és pénzügyi bizottság tárgyalt, a pénzügyi bizottság véleményét kérem. A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a Miskolc Kistérség Többszínű Társulásában történő kilépésre készített határozati javaslatot. Köszönöm. Pénzügyi bizottság, humánpolitikai bizottság véleményét. 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadási javasolja. Határozati javaslat képviselőtestület 2014. január 1-től belső ellenőrzési, valamint a közfoglalkoztatás feladatok ellátását az önkormányzat látja el, felhatalmazza a polgármestert, a döntésről a kistérségi társulást értesítse. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő a 13-as napi rendi pontunk. Javaslat közművelődési intézet alapító okiratának módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a közművelődés alapító okiratát 67/2013 határozatával módosította. Az államkincstár hiánypótlást kért, a hiánypótlást 20 napon belül kell megtenni. Előkészítettem a módosító okiratot, javaslom a 67/2013 elfogadott módosító okiratot helyezze hatályon kívül a képviselőtestület. És az alapító okirat módosítását elfogadni szíveskedjenek. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Óhajt valaki hozzászólni? Amennyiben nem. Humánpolitika bizottság tárgyalta, kérem szépen a véleményüket. A humánpolitikai bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, és a testületnek elfogadása javasolja az alapító okirat módosítását. Jó, köszönöm szépen. Határozati javaslat következőképpen szól. Képviselőtestület a közművelődési intézet alapító okiratát módosítja, a 67/2013 számú határozatát hatályon kívül helyezik. 2. pont. Képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a módosító okiratot, valamint az alapító okiratot elkészítse, a polgármester törzskönyvi nyilvántartásban a módosítást kezdeményezze. Aki elfogadja a javaslatot, kérem
kézbenyújtással szavazom most. Egyhangú, köszönöm szépen. Ja, bocsánat. Igen, tehát 6 igen szavazattal és egy tartózkodással. 14-es napi rendi pontunk. Javaslat közművelési intézet igazgatói pályázat kiírására. Igazgatói megbízás 2013. február 28-án megszűnt. 2013. március 20-ai ülésen javaslatot tettem a pályázat kiírására, a képviselőtestület levette napirendről a elkövetkező változások miatt. Nem érkezett javaslat az átszervezésre, és pályázatot emiatt ki kell írni. A közművelési intézetben magasabb vezetői beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki felsőfokú közművelési végzettséggel, 2. közművelési intézet vezető tanfolyam igazolásával, annak elvégzésével, 3. 5 éves szakmai gyakorlat, 4. kiemelkedő közművelési tevékenységet végez, illetőleg a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával bízható meg az, aki szakirányú egyetemi végzettséggel, B. szakirányú szakvizsgával, C. főiskolai könyvtári képzettséggel rendelkezik. Felsőfokú szakirányú végzettség, 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett. A 2 és 4 pont ez nem kötelező, azért nem is olvasom. A pályázati felhívás közé tehető. A magasabb vezetői megbízás 5 évre szólhat. A pályázatokat benyújtási határidőt követő 30 napon belül kell elbírálni, amennyiben eredménytelen 90 napon belül meg kell ismételni. Pályázatokat a határidő lejártát követő 21 napon belül 3 tagú szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, nem lehet tagja a megbízási jogkör gyakorlója a képviselő testületi tagok kivételével. A bizottság tagja a közalkalmazotti tanács, szakszervezet delegált egy-egy tag, országos szakmai szervezet képviselője. A Humánpolitikai Bizottság látta el korábban ezt a feladatot, javaslom, hogy végezze a döntős előkészítést most is. A kinevezési jogkör gyakorlója első ülésen dönt a kinevezésről, mérlegelve a bizottság véleményét. Szükséges, hogy a pályázó a munkáltatóval közalkalmazati jogviszonyban álljon, közalkalmazati munkakörben kinevezhető legyen. A magasabb vezetői pótlék alap 225%-án nem lehet kevesebb, ennyi illeti meg. Megnyitom a vitát a javaslat felett, óhajt valaki hozzászólni. Zsíros képviselő úr, tessék, tanítson. Az előbb a napi rendnél azért tartózkodtam, mert nem láttam világosan, hogy miről van szó. Most azonban látom világosan, hogy amit mi itt kiírtunk, az valószínűleg a törvény rosszul értelmezése ennek a pályázatnak a címe. Az, hogy közművelődési intézmény és könyvtár igazgatója. Feltehetően közös igazgatójának gondolja, de itt van a kezemben, amit már sokat mutatkoztunk, most csak elmondom, a 97. évi 101-es törvény, ami így szól a közművelődésről. A múzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről, tehát a közművelődés egy intézet, pláne összefoglaló név, mint az általános művelődési központ. Lehet még azt is mondani, hogy KK közművelődési központ, de ezt elvetettük. Tudnék, a közművelődési intézmény az magába foglalja azokat a közművelődési helyeket, táncház, művelődési ház, stb., ahol megjelenik a közművelődés. A másik része, fontos dolog mondja, a másik része, de talán ez fontosabb, hogy a jegyzőkönyvben benne legyen, a másik
másik része az, hogy a közművelődési intézmény felelős központi vezetése alatt működik a könyvtár és a múzeum. Még itt egy szó a múzeumról, mert a törvény elsődlegesnek tekinti sok minden terület oknáfogva, amit most megmondok el, meg lehet nézni, hogy első a múzeum. Valóban csak a múzeumok és a múzeális intézmények, kiállító helyek, gyűjtemények, és utána következik a könyvtár, e kettőnek a fenntartása kötelező, kötelező, ha már van. Ha nincs, akkor a minisztériumnak kell jelenteni, hogy miért nem csináljuk és intézkedik. A közművelődés megjelenési formáját, tárcáz, művöldési, az művöldési otthon, az attól függ, hogy van-e rá pénzünk. Erre nem adtak. Ugye ilyen címszó alatt adták a támogatást, hogy közművelődés. De mondom, ez éppen olyan, mint az, ha azt mondanánk, hogy tudnék, nincs csak egyetlen intézményünk, a könyvtár működik ebben a pillanatban. Nincs meg a megnevező, hogy melyik művelődési ház igazgatóval együtt, adminisztrátorral semmi több, tehát ezzel együtt működik. Nincs múzeumunk, hát papíron van, de nincs múzeum, nincs ember, nincs kinevezve, senki nem törődik vele, pedig 2011-ben éppen Nádi Gyula kollégám többször is említette ezt a miniszteri látogatásnak a csodálatos jegyzőkönyvét, amely magasan kiemelte a múzeum etnikai tevékenységi munkáját és a pillanatnyi állapotát. Előírtak intézkedéseket, tovább a eltározások. Semmi nem történt. Nekem az a benyomásom, hogy egyik legfontosabb kulturális intézményt, amely nagyon sok pénzbe kerül, milliókba, részbe a előállítása, a múzeológus úgy csinálták pénzét, részbe a beszerzett anyagok, hisz már egy falusi ház teljes anyagát megvásárolta a község. Nem beszélve arról a gyűjteményekről, amelyek több száz darab van, fotón, festménye, stb. Tehát még egyszer mondom, vigyázzunk, mert ugyanúgy fogunk járni jegyzőasszony, mint a óvodákkal. Összevarjuk, most nem látunk előre, nem akarunk. Hát most nem akarjuk többet húzomban semmit csinálni, az egy kiváló hely. Könyvtár lesz, de művelődési intézmény ilyen nincs nálunk. Nincs. Én tehát figyelmezetem önöket, hogy erre biztos, hogy vissza fogunk térni idővel, ha intézményvezetőt neveznek ki, azoknak intézményeknek kell működni. Köszönöm. Nagy Zoltán képviselő. A tisztelt képviselő, testület. Én nekem egy aggályom van ezzel a pályázati kiírásra. Tudom, én tényleg arról voltam híres, hogy soha nem szoktam senkinek elkötelezni magam, és azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy ő sem kötelezze el magát. Ne esünk olyan problémába, mint nálunk is olyan emberek voltak, kérdeztek kinevezve, akikért nem lehet hozzányúlni 10 évig, meg 20 évig. Én ebben egy aggályom van az egészen, hogy ez a vezetői megbízási időtartam 2015. január 1-ig legyen érvényes. Én így szeretném, hogyha így írnám ki az egész pályázatot. Köszönöm szépen. Még egyszer, 2015. január 1-ig. Tudni, nem biztos, hogy mi fogunk itt ülni. Színai képviselő úr. Hát a törvény nem teszi lehetővé, hogy azt, hogy mi meghatározunk. Hát, minimum 5 év, ha jól tudom. Nem, legfeljebb 5 év. Vagy legfeljebb. Az a maximum az 5 év. Akkor lehet az 2 is. Nem, nem lehet 2, 5 év, de már 10 év nem lehet.
5 évvel megfontolva. Se kell a sötöt. Igen. Tehát ezt is elvetődni. Itt akkor miért írtuk le, hogy ennél rövidebb idejük? Megbízás is adhat a testület. Az előterjesztésben bocsánat, ez így van, ahogy mondjátok, tehát én el is mondtam, hogy 5 évre szólhat legfeljebb. Viszont van utána egy mondat, hogy ettől rövidebb idejű megbízást is adhat a testület. Fogalmazás, megbízás. Igen. Nem kinevezést. Tessék, Nagy Zoltán, Nagy Robert képviselő. Köszönöm, polgármester úr, tehát hogy mindenkinek van mindenféle értesülése, vagy tudomása. Az enyém az, hogy ez egy határozott idejű jogviszony, ami most 5 év az előterjesztésben, de ezt akár meg is lehet szüntetni. Mi volt az a jogunk felállapban? Mert alapközalkalmazotti kinevezést kap, és erre kapja a vezetői megbízását. Tehát az alapkinevezés, a közalkalmazotti az megmarad, a vezetői megbízatás az változik. Nyilván, mert az határozott idejű. Tehát azt meg is szüntetheti, így van. Értem, tehát ezt azért akartam felvázolni a társaimnak, hogy ez határozott idejű, de jogom van megszüntetni. Hát a másik részvevételen értem a polgármester úr aggodalmait, hogy elég sok olyan dolgot örököltet a testület, ami előttünk született, és utána is túlnyúlik. Ez viszont egy teljes egészében az önkormányzat fennhatósága alatt lévő intézmény, és hát egy munkakört betölteni, mondjuk nyugodtan egy 5 éves jobb viszonylag, mint hogyha évenként van torzó, fordozó. Köszönöm. Köszönöm, óhagy még valaki, Zsíros képviselő úr. Én kifejezetten a jelzőasszonyhoz. Tehát amit én mondtam is, itt a törvényben le van írva, amely azt jelenti, hogy a közművédési intézmény akkor így összefoglalódni, a Felső Zsolcán lévő közművelődési intézmény, közművelődési szerveknek így, tehát a könyvtár, a sport, rendezvények háza, így a múzeum, ezeknek a közös intézménye, mint volt az ÁNK. Minden tévedek, ezt szeretném érzékelőbe, ha meg hallanám öntől. Már Nagy bácsinak többszöri bizottsági ülésen, illetőleg testületi ülésen elmondtuk a mi véleményünket a jogszabály értelmezéssel kapcsolatban. Én nem kívánom ezeket a dolgokat megismételni, így ahogy van és így ahogy kiírtuk, ez így helyes. Nem történt semmiféle észrevétel és kezdeményezés arra, hogy vonjuk össze a közművelődési intézetet különféle szervezetekkel, itt nevezetesen a rendezvények házát említette Sanyi bácsi. Jogszabályi kötelezettségünk a pályázatnak a kiírása, a jogszabályi értelmezésben pedig már külön ketten is többször volt Sanyi bácsi nálam, és elmondtam az én véleményemet, Sanyi bácsi másképp értelmezi a jogszabályt, ami felettes szervényt is úgy értelmezik, ahogy mi, úgyhogy nem kívánok belemenni ebbe a vitába. Egyetlen dolog, és a múzeum, azt hogy értelmezik? Nálunk nincsen közgyűjteni intézet, van nálunk nincsen múzeum. Tessék? Nálunk nincsen múzeum. A múzeális intézményen belül van egy alkategória, ami beletartozik a közművelődési intézet Zsváros Könyvtár elnevezésében. Ez nem így van, az külön intézmény volt, és az jó, majd lesz ennek következménye. Jó, maradjunk a tárgynál. Annyit azért még elmondok, hogy a kiállító hely anyagának leltározása már folyamatban van. Jó, óhajt még valaki a javaslathoz hozzászólni? Igen? Nem. Jó, köszönöm. Megint csak fogalmi hely. A kiállító hely lehet egy bármilyen ház, de ez múzeális kiállító hely. Ez a hivatalos neve, a múzeumok által. Mert egy halászklubban is lehet a halászeszközöket kiállítani, és az kiállító hely, a focipályán kiállítják a közművelődési szempontból, múzeális szempontból. Tehát ez nem kiállító hely, múzeális kiállító hely. Nem, mindegy. Akartam el is minden a polgármesterre. Én is ezek is fontos. Én szerintem ezen most kár vitatkoznunk, mert... Most vagyunk.
itt, de itt igazgatói pályázatról van szó, pályázati kiárásról, nem arról, hogy most összevonunk, nem vonunk. Egyébként kiállító hely működik Zsolcán. A humánpolitikai, hogy? Humánpolitikai bizottság tárgyalta, kérném szépen a véleményüket. A bizottság igen szavazott, elfogadta, és a testületnek elfogadásra javasolja a kötelezési és lássai könyvtár igazgatói pályázat kiírására készített javaslatot. Jó, most pedig felolvasom a határozati javaslatot. Egyes pont képviselőtestület közművelődési intézet igazgatói pályázatot ír ki. Kettő, felhatalmazza a jegyzőt. Pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, Zsolca Hírmondóban, önkormányzat honlapján való közzétételre. 3. Képviselő testület szakmai szakértő bizottság tagjainak felkérésével megbízza a polgármestert. 4. Képviselő testület megbízza a polgármestert, bizottság véleménye alapján pályázatokat döntése terjessz elő a képviselőtestület elé. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtásra szavazzon most. 2, 3, 6 ellene tartózkodás vagy ellen? 1 ellen szavazattal, köszönöm szépen. A 15. napi rendi pontunk következik. Javaslat önkormányzat adósságának állam által nyújtott részbeni konszolidációnak végrehajtásához. Tisztelt képviselőtestület, jelenleg történik az 5000 fő feletti lakosságszámú önkormányzatok törlesztési támogatással konszolidációjának végrehajtása. Az önkormányzatok és a pénzintézetek 2013. június 7-ig értesítést kapnak a kincstáron keresztül. A pénzintézetek kiszámolják a járulékok összegét is. Az adósság konszolidációról szóló megállapodás megkötésének és átvállalt adósság teljesítésének határideje 2013. június 28. Kezdeményezni kell az önkormányzat által kibocsájtott kötvények, kötvénysorozatok törlését, a kötvényekről kiállított okirat módosítását. A kötvények visszavásárlásával kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására pénzintézet eljárás rendje szerint kerül sor. A pénzintézet a képviselőtestületi határozatot is kér a határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, az előterjesztés tárgyalja meg és fogadja el az határozati javaslat szerint. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Óhajt valaki hozzászólni? Amennyiben nem, humán és pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem a humánpolitikai bizottság véleményét. A humánpolitikai bizottság ők igen szavazott. Valamennyi bizottság. Jó. Elfogadásra javasolta, Felső-Ocalás önkormányzat adósságának államától nyújt törlesztési támogatásra megvalósuló részbeni konszolidációnak végrehajtásához készített javaslatot. Köszönöm. Pénzügyi bizottság véleménye, bocsánat, ügyrendés, igen. A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek Felső-Ocalás önkormányzat adósságának államától nyújt törvényesi támogatással megvalósuló részbeni konszolidációjának végrehajtásához készített határozati javaslatot. Köszönöm. Ügyrendi is tárgyalta. A határozati javaslat a következőképpen szól. Tárgya Felső-Zsolca város önkormányzat adósságának állam által nyújtott törlesztési támogatása a megvalósuló részbeni konszolidációjának végrehajtása. Lassan fogom olvasni, mert ez nagyon fontos dolog a önkormányzat számára. 1. Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel az adóságállománya magyar állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. Képviselőtestület kijelenti, nem rendelkezik olyan betéttel, ami az adott adóságelemhez kapcsolódik, és annak biztosításához szolgál. 3. Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a megállapodást kíván kötni a magyar állammal és a finanszírozó hitelintézetekkel,
az adósság állománya átvállalásáról. 4. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a következőkre megtegye a költségvetési törvény 72-75 paragrafusa szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket. B. A Keller, a Központi Elszámolóház és Értéktár által kialakításra kerülő eljárásrend alapján kibocsájtott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törlesztéshez nyilatkozatokat megtegye, illetve a kapcsolódó dokumentumokat aláírja és megállapodásokat megkösse. C. Költségvetési törvény 74 paragrafus 6-os bekezdés szerinti megállapodásokat kösse meg. D. Részleges törlesztéshez kapcsolódó megállapodásokat megkösse. E. A részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az információs összeállításban és az okiratban megtegye. 5. Képviselőtestület felhatalmazza a Raiffeisen Bank ZRT-t, hogy az önkormányzatra vonatkozó banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár részére átadja, és azokat a MÁK kezelje. 6. Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatnak az állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank ZRT a teljesítést az önkormányzat helyett a magyar államtól elfogadja. 7. Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy Felső-Zsolca város önkormányzata nem áll helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 8. Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az adósság átvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet. Határidő. Részleges törléshez kapcsolódó megállapodok aláírása 2013. június 28. B. A kötvényhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt követően a kötvényben bekövetkező változások átvezetése 2013. szeptember 30. Aki a határozati javaslattaga egyetért, kérem kész felnyújtásra szavazom most. Egyhangú, köszönöm szépen. 16-os napi rendi pontunk, javaslat Felső-Zsolca belterületén 70-72 helyrajzi számú ingatlanok gátépítéssel érintett területének kisajátítást megelőző vételi ajánlatának elfogadására. Tisztelt képviselőtestület, 69/2013 határozatával döntött a vételi ajánlatok elfogadására azzal, hogy a felajánlott összeg áfával növet értékét fogadja el. A Magyar Állam dr. Kis Éva ügyvéd képviseletében arról tájékoztatott, nincs mód arra, hogy áfával növelt összeggel kössünk szerződést. Kérem a tisztelt képviselőtestet, foglaljon állást a javaslat vonatkozásában. Óhajt valaki hozzászólni? Amennyiben nem, pénzügyi bizottság tárgyalta. Véleményünket kérném szépen. A pénzügyi bizottság 3-1 szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a Felső-Zsolca belterület 70 és 72 helyrajzi számú ingatlanok átépítéssel érintett területének kisajátítását megelőző vételi ajánlatának elfogadására készített A határozati javaslatot. Jó, az A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Első pontja, képviselőtestület hozzájárul, hogy a belterület 70-es és 72-es helyrajzi számú ingatlanok gátépítéssel érintett területei ajánlatokban szereplő összegek ellenében a magyar állam részére értékesítésre kerüljenek, felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse. Képviselőtestület 69/2013 számú határozatát visszavonja. Aki egyetért a határozati javaslattal, kész feltartással jelezze. Szavazás most. Egyhangú, köszönöm szépen. 17-es napi rendi pontunk. Javaslat önkormányzat támogatási alapjának kiírására.
Tisztelt képviselőtestület! 66/2013 határozatával döntött, hogy 750 000 forintot különít el támogatási alap felhasználására. A második fél évben a támogatási alap összegére újra tárgyalni kíván a testület. Célja: Felsőolca közigazgatási területén működő civil szervezetek és közösségek támogatása. Javaslom, hogy a pályázat hivatal hirdető tábláján, városhonlapján, képújságban kerüljön meghirdetésre, testületülést követően. A munkaterv szerinti ülésre szeptember 18-án kerül sor. Javaslom, hogy a pályázatokat 2013. július 1-től július 31 napjáig írja ki a testület. A Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével ezt követően majd szeptember 18-án dönthet a támogatási alap felosztásáról. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Óhajt valaki hozzászólni? Amennyiben nem, Humánpolitikai Bizottság véleményét kérem. A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazatot átogatta, és a testületek elfogadása javaslatot, a támogatási alap kiírására készített javaslatot. Igen, pénzügyi bizottság véleménye. A pénzügyi bizottság 3 igen szavazatot elfogadta, és elfogadása javaslatot a képviselő testületnek, Felsőolca Városi Önkormányzat támogatási alapján kiírására készített határozati javaslatot. Jó, köszönöm. Határozati javaslatot felolvasom. Képviselőtestület támogatási alapra vonatkozó pályázatot a melléklet szerint írja ki. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk a 18-as. Javaslat Felsőolca Város Sportklub támogatására. Tisztelt képviselőtestület, a sportklub működéséhez a képviselőtestület hosszú éveken keresztül 2 millió forint támogatást biztosított. 2013 év költségvetésben ez nem került tervezésre. A klub vezetői kérték, hogy az önkormányzat az előző évek gyakorlatának megfelel legalább 2 millió forinttal támogassa a klub működését, amivel egyértelműen a felnőtt futball és a kézilabda szakosztályok működéséről, támogatásáról van szó. Kérem tisztelt képviselőtestületet kérelmet elbírálni, illetőleg a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Óhajt valaki hozzászólni? Annyit teszek még hozzá, hogy időközben 500 000 forint működésre megszavazásra került, tehát a jelenlegi határozat az 1,5 millió forint támogatás megszavazásáról szól. Valamennyi bizottság tárgyalta, kérném szépen akkor Humánpolitikai Bizottság véleményét. A Humánpolitikai Bizottság 4 igen és 1 tartózkodásra szavazattal átogatta, és a testületek elfogadásra javasolta az FPSZ klub támogatására készített javaslatot. Köszönöm. Pénzügyi Bizottság véleménye. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek Felsőolca Városi Sportklub támogatására készített javaslatot az alábbi kiegészítésekkel. A támogatás összegében 2013. december 20-ig köteles elszámolni úgy, hogy a főkönyvi könyvelés segítségével nyújtott számlákon szerepelni kell a megjelölt cél. A támogatás a céltartalék terhére valósul. Jó, Humánpolitikai Bizottság, ügyrendi bizottság. Ügyrendi bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és elfogadást javasolt. Igen. A pénzügyi bizottság még abban is határozott, hogy a tartalék terhére, az általános tartalék terhére. Jól emlékszem? Céltartalékot említett, de általános. De általános tartalék. Igen. Köszönöm szépen. Határozati javaslat. Képviselőtestület egyedi elbírálás alapján 1,5 millió forint összeggel támogatja a sportklubot a az általános tartalék terhére, ami egyértelműen a felnőtt futball és a kézilabda működését segíti elő. Következő előirányzat módosításnál be kell építeni a költségvetésbe ezt a bizonyos összeget, és azzal a kitétellel, azzal a
módosítással, amit a pénzügyi bizottság tett. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kész felnyújtással szavazom most. A módosítással azt mondtam, hogy a módosítás, amit a pénzügyi bizottság tett, egyhangú, köszönöm szépen. Huszas napirendi pontunk, amit fölvettünk, nem tudom, ezt megkapta mindenki? Ki lett adva? 20-as napirendi pontunk, családgondozó alapításának módosítása, alapító okiratának módosítása. Az államkincstár jelezte, hogy a családgondozó alapító okiratának módosítását szükségesnek tartja. Az alapító okiratban szükséges elkülöníteni az alapítói jog gyakorló, irányító, valamint fenntartó szerveket. A módosítás alapján törzskönyvi nyilvántartásban a társulás, az intézmény 2013. június 30-ával bejegyzésre kerül. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Testületek nem tárgyalták, az egész képviselőtestület véleményére van szükség. Óhajt valaki hozzászólni, nyilván adminisztratív lépésről van szó. Felolvasnám a határozati javaslatot. Képviselőtestület 2013. július 1-től a családgondozó központ alapító okiratát a mellékelt módosító okirattal módosítja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba kezdeményezze. A jegyzőt, hogy a módosítás alapján egységes szerkezetű alapító okiratot készítsen el. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. 21-es napi rendi pontunk. Javaslat társulásba történő delegálásra. A képviselőtestület 2013. július 1-től Onga és társult településével közösen kívánja ellátni jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgálati feladatokat. Onga jegyzője kezdeményezte, hogy a korábban meghozott döntést egészítse ki a képviselőtestület társulási tanácsba delegált tag személyével. Döntése szükséges a társulások törzskönyvi bejegyzéséhez. Hát ez sajnos ez most jött a tegnapi nap, és ezt kénytelenek voltunk behozni. Megnyitom a vitát a javaslat felett. Óhajt valaki hozzászólni? Testületi döntés szükséges, bizottságiak nem. Határozati javaslatot felolvasom. Képviselőtestület 100/2013 számú határozatát az alábbi harmadik ponttal egészíti ki. A társulási tanácsba polgármester delegálja. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kész felnyújtással szavazom most. Köszönöm szépen, egyhangú. 22. napi rendi pont. Javaslat iskolaépület villámvédelmi felújításának engedélyezésére. Pucz József igazgató tájékoztatott, hogy az Egri főegyházmegye villámvédelmi felújítását 456.000 forintért szeretné elkészíteni. Arról tudnunk kell, hogy ez gyakorlatilag az önkormányzatot terhelte volna, de mivel mi ezt nem tudtuk megoldani a korábbiakban, ezt az egyházmegye most úgy látom, hogy óhajtja meglépni és megújítani a villámvédelmet. Anyagi terheit tehát az egyház viseli, a szükséges karbantartásokat saját költségére végzi el, viszont a beruházásokat és felújításokat az átadó tulajdonosnak a feladata lenne, tehát az önkormányzaté. Az átvevő és az átadó engedélyével jogosult elvégeztetni ezt a feladatot. Az átadást követő 90 napon belül, tehát ha sorra kerül arra, hogy az egyház visszaadja az intézményt az önkormányzatnak, 90 napon belül amortizációval csökkentett értéken meg kell téríteni az átvevő részére. Az elvégzett számlával igazolt beruházások
költségeit. Kérem tisztelt képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg és engedélyezze a villámvédelmi felújítással kapcsolatos munkálatokat. Enélkül nem tudják elkezdeni, ezt azért kellett behoznunk, ez a tegnapi napi információ. Na most nyilvánvaló, hogy merem remélni, hogy ez az ár a legolcsóbb ár, nem tudom. De azt viszont megkérhetjük, hogy, vagy megkérhetjük az igazgatórat, hogy még két árajánlatot szerezzenek be. De gondolom, hogy az egyház sem muhajt fizetni többet, mint amibe belekerül. Óhajt valaki javaslathoz hozzászólni. Kérjük a másik két árajánlatot. Akkor minek? Ez rendben. Ez csak azért érdekes, hogyha visszaadásra kerül. Nyilván nem kerül vissza, tehát egy belátható időn belül nyilván nem. De mi történik, ha visszaadás? Vissza kell fizetnünk ezt az összeget. Itt csak ennyi a érdekessége, de én azt hiszem, hogy... Hát nyilván a működésük nem mehet tovább enélkül. Hát ők is meggondolják biztos. Nyilvánvaló, igen. A határozati javaslat arról szól, hogy tisztelt képviselőtestület engedélyezi 456 ezer forint értékben a villámvédelmi felújítással kapcsolatos munkálatok elvégzését. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfenyújtással szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. Következő lenne az zárt ülés, megkérem a tévét a visszavonulásra. Köszönöm.